és uraim! Ez itt a Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 13 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, fiúk. Egy újabb Best of Balázs. Hello. Micsoda hang. Ah, gyerekek, meg vagyok. Igen, micsoda hang. Több szempontból is. Ma sokat fogjátok hallani ezt a hangot, és az elkövetkező a 3 nap. És rengeteg pottolivalóval, rengeteg sztori. Igen, tudom, most én jövök. Csak minden, a játék. Minden játékkal beszéljek fél hétig, aztán jöjjük vissza 3-4 hétkor, beszéljek hétig. Aztán csinálj nekem egy kávét, légy. Igen, igen. Aztán beszéljek fél 8-ig, majd 8-ig, és az én megy 10-ig. Na, hát nem sokon múlt, hogy ne legyek itt egyébként. Leginkább csak azért, mert olyan viharba kerültünk tegnap a repülőn, mondom, hát ha most itt kell meghalni osztrák föld fölött, akkor ám legyen. Nincs ezzel semmi baj. A pilóta bemondta, hogy készül, mert még onnan, ahonnan jövök, ott 30 fok. De itt már csak 9, meg 10. Az még hagyján, mert azt ugye veszel egy kabátot, de a szél. De a szél, hát gyerekek, az utolsó 20 perc az meleg volt. Tehát amikor már mondom, a stewardess se örül, azért az mindig jó pillanat, mikor már rajtuk is látod, hogy becsatolják a biztonsági. Az eszembe jutottak a csobác tetén a sikló ernyősök. Szerinted elugaszkodjuk? Nem, szerinted menjünk? Nem, menjünk. Van elég levegő, vagy nincs elég levegő? Na mindegy, szóval, hogy hát kalandos út volt. De itt vagyok, kipihenten, napbanítottan. Lehet utálni, lehet gyűlölködni. Ott vagy bent a Nigró mögött, mi? Igen. Alig voltam napon egyébként. Ez a török nap, én nem tudom, mit csináltak a nappal, de hogy kimész 10 percre, és ilyen feketére sülsz. Feketére. Tehát én végig árnyékban tartózkodtam. De nem voltak ilyen barnító lámpák az árnyékban? Lehet, hogy valami ilyen szolár lámpákat felszereltek. Ez azért jó, mert kim vagy egy hétig a Vikivel, van egy fehér csajod, van egy félvér csajod, meg van egy és a végére. Igen. Van egy fehér gyerekem, vagy egy néger gyerekem, igen. Hát igen, szóval, hogy jó idő volt. Mondanám, hogy rossz volt, meg hideg volt, de nem tudom. Igen. És általában úgy van, hogy ha én elmegyek, akkor mindig vuduzom, hogy itt legyen rossz idő, és hihetetlen, hogy megint bejött. És megszívtátok. Hát, döbbenet, mennyire benéztétek ezt az egy hetet. De ilyenkor mi a Rejsz Andrásnak kiviszed a vudu bábúját, és elkezded szurkálni? Hát a mondat első felét kiviszem, de... Igazából csak a gyerek hagy akkor. Szóval nem, egyszer csak megvuduzlak benneteket, hogy ha már elmegyek, ne kelljen azt hallanom. Még a végén nehogy azt halljam, hogy itt is jó idő, meg visszajött az indián nyár, 28 fok. Minek mentem ki? Mert ott kimész, elköltesz egy csomó pénzt, és közben kiderül, hogy itt meg megjön az indián nyár 26 fok van, akkor az olyan kettős. Hétvégén jó idő volt, nem? Vasárnap. Igen, vasárnap, a szombat volt szerintem az gyengúsz, a vasárnap nagyon jó volt. De a vasárnap 25 fok volt itt is, nagyon jó volt. Viszont tudom, milyen volt tegnap előtt, úgyhogy az nekem elég. Úgy az volt az érdekes, hogy ilyen, azt mondja, hogy is volt, azt mondja, kett, csütörtök, szombat, valahogy ilyen váltásban voltak a rossz idők. Akkor mindig gondoltam rátok erősen. Akkor vuduztam erősen. Ezek a törökök nagyon értenek a szórakoztatáshoz. Voltatok már török szállodában? Valamikor? Nem egy nagy szám önmagában maga a török riviera, ez semmi nincs, tök üres. Az egész szálloda, tenger, napsütés, tök jó. De hogy ők mindent megtesznek azért, hogy az embert szórakoztassák, tehát náluk van egy ilyen örök körforgás, hogy a pincér, aki napközben pincér, az délután már egy kicsit recepciós, este 6-tól masszőr, 8-tól levezeti. 8-tól hol voltál a vacakszállóban? Nem, az összes török ilyen. 8-tól vagy 7 órától még levezeti a vízjárobikot, majd 9 órától az amfiteátrumban szórakoztatja a nagy érdeműt. És ő a műsorvezető, ő a nem tudom, Color Star Dance klubnak az egyik táncosa. Nem hiszed-e, hogy csinálja? És reggel megint azt mondja, hogy jó reggelt kívánok, hozhatok egy teát. Tehát, hogy döbbenet, csak hasonlítanak egymásra? Nem, tényleg nem. Ugyanaz az arc. A hotelnek volt egy saját tánccsapata, és föllépett a pincér, föllépett a recepciós, és ott nyomják. Azért az jó, amikor Jusuf elnyomja éjfélkor a 7 fátyol táncot, tudod. És akkor megmondod, ne, az utolsó 2 fátylat, hagyd fenn, kérlek. De tényleg ilyenek. Az első este belecsöppentünk egy olyan rohadt, megalázó, aljas, szemét műsorba, ráadásul pont a baráti társaságból 2 embert kirángattak a színpadra. Ugye ott az van 8-kor, mint a véget ér a vacsora, és akkor elmész, még van egy ilyen kis program, ilyen kis szórakoztatás minden egyes hotelben. Van egy amfiteátrum megépítve, beépítve, rohadt szánalmas műsorok mennek, de tényleg nagyon nyomorult, és akkor néha fölhívnak onnan jelentkezőket.
És az első nap pont fölhívták a baráti párt, akivel ott voltunk. De röhögtél, mondtad, hogy sírva röhögtünk, sírva röhögtünk, végig tapsoltunk persze. De ilyenkor mutogatsz hátulról, nem? Menni akarnak. Nekem már mondta. Az volt, hogy azért ültünk oda, mert ott mindig volt wifi. Tehát ott tudtuk megnézni a telefonunkat, mindenki egy kicsit internetezett, mert valahogy azt megoldották, hogy az amfiteátrumban volt wifi. Az egész hotelben nem, ott volt. És jöttek a szülők, gyerekek nézték a műsort, szülők meg beültek, interneteztek. Megjött a baráti pár, ránéztek a telefonukra, és már azt látták, hogy a törpe viszi föl őket a színpadra, mert volt egy törpe is. És na, ő mit csinált egyébként? A törpe az petang versenyt rendezett néha, aztán amikor... Kultúrák találkozása. aztán néha csajozott, néha kicsit besegített az aerobikba, néha este, amikor mit tudom én, ilyen fákás parti volt este, vagy habparti, akkor arra díszletet épített, és közben minden csajnak fütyűrészet. eltűnt a habban, és csak oda lehetett látni, hogy merre majd mindenki. Igen. Este pedig fellépett, mint ugye színpadi show és színpadi elem a színpadon. Tehát ezek a törökök döbbenetesek egyébként. És akkor ő ott segített lebonyolítani a műsort. Mint ugye ügyeletes törpe, aki egyébként néha megijeszgette a gyerekeket is vacsoránál, hogyha nem ültél föl a helyedre a gyerek, akkor jött a törpe és megijesztett. Szóval, hogy ők ezt így nagyon magas fokon űzik. Na, ő kivitte a két ismerősödet. Kivitte a két ismerősödet, hát a legaljasabb, legszemetebb műsor volt, amit láttam. Először állathangot kellett négykézlábú utánozni, utána lufit kellett egymáson kidurrantani. És utána végül a párodat le kellett fektetni a térdedre, és rá kellett varni egy anyagot a fenekére, miközben a törpe pontozott. Tehát, hogy csoda, hogy mindenki hajnal kettőkor jött be a partról, hogy lemaradjon a műsorról. Nem hiszed el, hogy ők hogy szórakoztatnak. És utána másnap indul, másnap megint egy másik műsor, akkor a pincéreggel jön, utána megy aerobikozni, este egy kicsit megbaszíroz, tehát ez nagy. És ez egy egészen jó hotelben, tehát nem is arról van szó, hogy valami rossz, de ők ezt így csinálják. Mondjuk ez egy bevett dolog. Ez nekem szimpatikus, mert hogy ha hosszú távon ezt csinálják, akkor arra lehet számítani, hogy a Balatonon mindig telt ház lesz. Mert ott nem lehet számítani ilyen műsorokra, mindenki menekülni fog Törökországba. Szeretik az emberek ezt, hidd el. Szeretik. Egyébként most kivéve az a durva, hogy imádják. A legalja. Ez a műsor mindig a legalja, és beültek német-orosz turisták, és a térdüket csapkodva nevetnek ezeken. Imádták. Jó, én is ott ültem minden este, egyrészt mert gyerek akart menni, mert neki tényleg földobnak két fákját, az tök jó. És megmondom, ott wifiztünk állandóan a baráti csapat, de hogy hangosan nevetnek. De ezen, hitetlenkedő arccal nevetnek? Hát ez nem. Képzeld, hogy jól szórakoznak, hogy bejön egy nagy darab csávó, kicsit táncol egy kicsivel, és utána megtapsolják őket. És visítva kiabálnak, és fel akarnak menni táncolni ők is. Nem hiszed el, hogy ez milyen tömegpszichózis megy ott. Jézus, tényleg döbbenet. Na mindegy, mert nekik már minden kultúrát szórakozás meg volt valószínűleg egész Európában, meg Amerikában, meg Angliában, meg ilyesmi, és akkor most már az extremitásokat. De egyébként keresik. Hát az a műsor az egy igazán rohadt műsor volt. Napközben ilyen gyerek foglalkoztató animátorok voltak? Vannak animátorok, ők általában csak oroszul szólalnak, de a gyerekedet elcsúszdázgatod, és akkor ott szórakoztatják, mit tudom én, bemegy 10 német 60-as nő, kapnak egy ilyen hapszi, vagy tudod, ezt a kukacot a lábuk közé, és akkor megy a vízi. Amit YouTube a pincér csinál. Amit egyébként az csinál, aki este mint amilyen pincérkedik, utána meg a bábszínházba elbáboz a gyerekeknek. Nagyon jó. Erre át kell állni. Ez egy ilyen török sajátosság, de ha ezt így megszokod, akkor egyébként lehet szeretni a török szállodákat. Lehet hallani magyar szavakat? Van megkülönböztetett figyelem? Nem, már hogy érted, hogy hát mert ők például a 150 évet, a közös 150 évünket, kb. Ők 150 évünket, ők szeretik, ők azt mondják, hogy ez egy ilyen egyfajta testvérség, ott, hogy kapcsolódtak egymáshoz. Hát a kimész az árusokhoz. Tehát, hogy ott van. De ott van ez a puskás, Mohács. Ez így nincs. Hát ez a hello magyar, hello magyarok, hello puskás. Tehát, tudod, tehát török bazárba... Igen. A török bazárban nőket kell elküldeni vásárolni, de hangsúlyozom, minden eredeti, persze. Nyilván 10 euróért Tommy Hilfiger táskák, meg nem tudom mi. A hamisítás melegágya. De Viki ötér elhozta a nyugdás. Micsoda, hát olyanokat alkudott, persze. Jó, neki már egy idő után fizetnek, hogy menjen el. Itt van, amit akartál, és itt van még egy. Itt a még 20 euró, csak léci távoz. Jó, egy gyereknek lehet, hogy jó melegítőket tudod meg ezt, de hát nyilván soha nem látta az eredeti gyár futószalagját, meg semmit. Egyébként ez nem biztos, mert én már hallottam, hogy ugyanott csinálják, ugyanabból az anyagból, és mégis 10 euróért elhozod, mint például azt a kis kabátot. Ezt én a kínaiaknál hallottam, hogy ugyanaz a Louis Vuitton táska van. Igen.
sorszámmal minden, csak ők valahogy, mivel ott gyártják, ott ők valahogy már a gyárból hozzák ki. Kettőt és aztán pult alól megmutatják. Éjszaka egy kicsit még ráhúznak a srácok, ha rájönnek úgyis. Igen. Legfeljebb, ha elkapják őket, akkor egy munkatáborban végzik. Na jó, hát az kell egy kis izgalom. Hát persze, az adrenalin miatt csinálják. Na mindegy, úgyhogy jó volt, de gondoltam nem rátok sokat. Tényleg, főleg amikor az időjárás böngésztem, hogy mi lehet itt veletek, te kis esőkabátodban dacolsz a széllel, Anna összehúzott kabáttal megy a metróba, te fölhúzod a kabriótetőt és visszaköltözöl Pestre. De ez már csak így 9-kor, mikor megébredtél, ugye? Megriadtam 9:30 körül ám. Jaj, leérünk-e még a reggelire? Keltsük fel a Benit, mert le kell menni reggelizni. Ott egy idővel, egy órával, hogy vagyunk? Egy órával előrébb voltunk mindig. Tehát amikor én 10-kor megriadtam, akkor még eszembe jutott, hogy ti még itt nagyban nyomjátok a munkát. Mert egyébként tényleg volt egy, mondom, most 11, akkor ti mondom, most végeztek. Tehát, hogy volt egy ilyen szolidaritásos jelenlét. Aha, de nem ébredtél úgy, hogy így izzadtan a takaró fekete alatt. Fekete fehér! Hol van? Igen. Hármas rugás. Nem, az úgy nem volt. Szerda, értekezletre kell. Igen. Hát arra ma már készültem. De ilyen hosszú időn részvetted magad után a eltörökösödésnek a jeleit. Tehát, hogy itt tudom én, Zörös lett a hónaljam. Kaptát húztál. Ritkábban fürödtem és minden nőnek fütyültem. És nagyon sok nem tudom, joghurtos nem tudom, mit ettem. Ez az igazi török férfi, így néz ki. Hát nagyjából egyébként feketék, szőrösek, nem bűtösek, nem bűtösek. Honfitársaink voltak kint? Kevesen, hál' Isten, voltak egyen-ketten, igen. Hát tudod, van az a prosztó magyar, aki 5 csillagos szállodában nyarod, de 10 000 ért az anyját eladja. Ja, igen, előfordulhat, megemlítettük. Mindegy, figyelj, ez ilyen ungarise vírcsat, ez egy ilyen, sajnos sokszor az kell, hogy ilyen prosztó ország. De tényleg, tehát, hogy így tisztelt a kivételnek, nem? Azért nem értjük a dolgot, ezt tegnap beszéltük mi is. Röhögtem rajta. Ez volt az egyik, hogy 5 csillag, amiért kifizetsz az egy nagyobb összeget, tehát a 10 000-re biztos, hogy nincs szükséged. Ez az egyik. A másik, meg hogy még el is mondod az újságírónak, aki egyébként szintén menjen az izébe, mert nem tudom, hogy olvastad, de hogy te most kövér vagy. Azt megmondták, hogy a posztapja van. Én megértem, mert egyébként a legutóbbi polgári peres eljáráson 2 millió forintot kellett, hogy átutaljon ez az újság, úgyhogy én megértem, hogy zabosak. Hidd el, én is az lennék, úgyhogy nyugodtan írják, aztán majd újra beperelem őket. Úgyhogy ezzel abszolút semmi baj nincs. Igen, de nem tényleg az, hogy ott nyaral. Halál kedves voltam, tudom, hogy melyik társaság volt egyébként, igazi pronyok. És köszöntem neki, hello, ti is itt nyaraltok, érezzétek. És ez ott nyar az, és fölnyom 10 000-ért, érted? Nem is érdemes erről beszélni. Ilyenkor meg elkezdett bánni, hogy nem voltál bele pronyom, nem? Sosem vagyok az egyébként, tehát, hogy... Na. A műsorban van egy nagyon jól felépített kép rólam, ennek abszolút ellenkezője vagyok a való életben. Hello, odajöttek, köszöntek, dumáltunk, honnan jöttetek, jól van, gyereke, igen. Egyébként aranyosak a legelőzékeny van. Sziasztok, a gyerek, itt hagytátok, ez nem gyerekük. Ja, apikasztok. Szóval, hogy tényleg kedves voltam, de és akkor titokban, és elküldi. Én azt tudom, honnan tudja az újságnak a e-mail címét, tudnád fejből, hogy hova kell küldeni? 10 000 forint. Lehet, hogy főállású volt, hogy már így lehet, hogy utazik ezekre. Mindegy. Figyelj, az újságnak ez egy nagyon szép elégtétel, mondom. Tehát nyilván a főszerkesztő ráncolta a homlokát az értekezet, amikor meg kellett ideologizálni. Még kellett átutalni ezt a sok rohadt életbe. Igen, hát elvesztették a pert, és akkor ez most egy kedves bosszú. De hogy inkább azon nevettem, amilyenek a magyarok. Azt, hogy az újság ezt lehozza, nekik egyébként ez a dolguk. Tehát, hogy ezzel semmi baj nincs. De 5 csillagban nyaralsz, és 10 000-re te eladod az anyádat azért. Valami jöjjön vissza belőle. Hát, pont a transfer ára egyébként, amivel kivittek a repülőtére, meg visszahozták. Az, hoz még 2 Gucci-t, azt itthon eladja 37 darabját, abból is jön egy kis pénz, lassan meg lesz. Lassan egyébként megvan, igen. Na mindegy, jó van. Itthon minden oké volt? Jók voltak a vendégek, kedvesek, aranyosak? Na, ez nem volt meg. Én jót hallottam. Még nem alapvetően egy... el. De. Én jót hallottam. Nagy, róla. Persze, jó volt. Egyébként, ha ámblok nézzük, ezek nagyon jó volt. Ja, hogy, nagyon ja, jó arcok voltak. Arányaiban végül jó volt. Egy finom mellényúlásunk volt, tehát őszintén bevalljuk, de... Mondtam volna az elején, megkérdeztek. Mindenkivel. Tudom, kire gondoltok, meg elmondtam volna az elején. Egyébként mindenki. Jól érezték magukat, jók is voltak a műsorok, úgyhogy nagyon, nagyon élveztük.
nagyon élveztük, tényleg frankó volt. Meg egyébként, na mindegy, ezt nem is nem megyek bele már jobban, mert már kicsit olyan, mint hogyha zsebbe tolt volna valamennyit az MVM, annyit dicsérem Paksod, de hogy ott is nagyon volt egy kis kitelepülésünk is, annyira. Igen, este jelmet. Nem világítottatok? Mi? Nem volt, hogy bementetek a szobába, és azóta apa. Nincs áramfogyasztásom. Apa, ez nem vicces. Én ben voltam ennyire a reaktortól, úgyhogy töltve vagyok. Igen? Aha, és volt van rajtad ilyen kis számláló? Ez a sárga ízét sugárvédő jel. Biohazard, igen. És azért ne felejtsük el, hogy az atomenergia hasznosításának a történelmében ő az egyetlen első, és ez által történelmet író ember, aki moonwalkozott egy reaktor mellett. Tehát, hogy azért... Hát szerintem az teljesen jó. Azt úgy kell. Azt úgy kell. Az jó volt. Nyilatkoztak, urak, hölgyek. A paksi atomerőműben minden a lehető igen, de atomanti meg nagyon aranyos volt. Iszenyű jó kommunikációs fejó. Igazgató, úr és judó világbajnok meg. Illetve olimpiai. Igen. Olimpiai. Nem olimpiai bajnok. Jó van, ugyanazt mondjuk. Na, ilyen volt, egy hete ezt hallgatom. Ilyenkor nincs mindig. Ezt hallgatom, érted? No, hetes, neki nincs mindig, és akkor mond. Egy hete. Na mindegy, játéka, hogy álltatok? 2-0-ra visszük ezt a hetet. Végig na, komolyan. És kedden is. Tényleg visszük? Aha, igen. Mert a múlt hetet viszont végig vittük. De mondd. Az előzőt elbukták a puci, csak mondom. Tényleg? Gyerekek, hát megbeszéljük 3-2-re. Nem volt nagy veszteség, bár rezgett a léc, mert az első... Tehát még voltam hétfő kedden, nem? Na, azt az volt az összpontunk? Az volt. Igen? Hétfőn volt. Jó, hát most egy kicsit is pihentetek, na. Nem lett rossz három. Rettettek tőled, azt azért tudjad. Ha most nem jössz be, és ha Jani nem cseszi el, soha akkor nem soha tudom meg nem kérdezi, és örül annak, hogy 2-0-ra vezetünk ezen a héten. És szented a hallgató SMS falat azonnal bemártani. Igazán, a büdös életben nem kérdeztem volna meg a múlt hetet. Eszembesített volna. Tehát megkérdezted. Na most már így. Igen. Őszintén kitértek rá, amikor a török Rivierán nyaralt. Igen, nem nagyon aggódtam. Nem baj, az a lényeg, hogy Anna bejött és elmondta. Ő is a múlt héten végiggyűjtötte a nyálat. Nézzetem, már nagyon nagy volt a feszültség. A gyerekek, elbukjuk a hetet. Jön szerdánom, elbukjuk. És ki játszott pénteket? Ki nem bírta a nyomást végül? Nem a szerdánpénteket, azt nyertük. Ja, nyertétek a Paksot. Lett, igen. Ja, jó. Azt írják, hogy főleg Kozsó volt jó. Jó volt Kozsó? Jó. Őt nagyon szeret. Nagyon jó vendég volt? Vicces volt, mint mindig. És természetes. És egyébként őszinte. Na jó van. Oké, hát akkor egy újabb hét, vagy mi van? Ja nem újabb hét, szerda van. Igen, nekem még kicsit a hétfői hangulat. Szerda lehet jelentkezni játékra, egészen nyugodtan az SMS számot mindenki tudja. Itt lehet Annának bókolni, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 10 perc van, pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és csak mondom, hogy ha valaki esetleg neki busult volna az időjárásnak, egészen jó lesz már hétvégére. Mert hogy hazajöttél, ugye? Igen, hát köszönjük. Egy kis napsütés, egy kis most egy kis már törököket vuduzod. Most már ott legyen rossz idő. 18-19 fok, napsütés, eláll a szél, csökken a felhőzet, tehát hétvégére már ez várható. Jó köszönjük. Is. Hát, átragyogtuk a vihart. Ennyi. Az egyik mai lapban volt pont egy ilyen kupon, 29 000-ért lehet kimenni Dél-Törökországba. Mondom, kiszaladok, de nem megyek ezután. Tudod, ez mi nagyon lesz? Jó. Figyelj, kimennénk mi ketten, hát, ott ülnénk egy szárdai szobában, szerencsétlenül a villámok és az üvöltő szél között, mert sikerül, a Bazsa itthon van. Ha sikerül, elcsípted egy celebet, készítesz róla egy fotót, akkor csak 19. De jó. Akkor már megfotózzuk le egymást. Egymást fölnyomjátok, simán megvagytok. Ugye? Kimegyünk. Szerintem, ha családos a fotó, akkor 15-öt is adnak érte. Tehát ha vállalja, mondjuk Mónika. Ha van rajta a kőműves dekoltás, lehet, hogy 20 napig. És akkor már csak 9-9. Na, szóval, hogy is állunk, akkor 2-0-ra megyünk? Vagy 2-0-ra mennek ők? Nem, majd, mi nem, megyünk 2-0-ra. Vendégek játszottak, vagy ti játszottatok tegnap? Csak hétre hívtuk őket, az első szabad foglalkozás volt, és én játszottam tegnap, meg tegnap előtt is. Látszátok? Kinyírtam őket. Kicsináltad őket? Mondtam, hát akkor... mondtam, nem jöhetsz úgy haza, hogy égünk. Tulajdonképpen meg is vagyunk már lassan, nem? Hát még ma ezt hozom. Igen, vagy a holnapit, vagy a holnap után, mindegy igazából. Mindegy. Ez már csak részletkérdés. Egyet hozni kell. Na, megnézzük ki a mai játékos. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Ránkóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a válasz.
Halló, jó reggel! Sziasztok, hello! Hello, Bea! Hello, jó reggelt mindenkinek! Hello, Bea! Honnan telefonálsz, Bea? Berettyóújfaluban. Berettyóújfalu. Már munkában vagy még otthon? Nem, még itthon. 8-ra megyek. A reggeli kis készülődés? Így van. Egyedül, családdal? Családdal. Gyerekekkel vagyunk még itthon. Igen. És ők már fönn vannak? Persze. Kezdődik az iskola, menni kell. Hoppá, mekkorák, hány évesek? Van egy 8. lányom, és egy 3. kisfiam. Hát jó, akkor nekik ez már nem olyan nagy trauma, ők már nem. Hozzá benne vannak már, igen. Persze. Oké, Bea, kivel? Janival szeretném. Janival. Mi, nem én voltam szabadságon. Nem hiszed el, hogy a két srác egyébként mennyire hátradőlt, és azt már néztek rám, hogy indítsák-e az órát. Hát nem. Balázs még pihenjen egy kicsit. Hát Bea, hát komolyan mondom, hogy most itt lennél, komolyan megpuszilnálak. Hát csak tudod, mi a baj ezzel, most Janit fölpaprikáztad, fölhúztad, mert ugye nem is készült rá, hogy miért pont ő, egészségedre, és na, én félnék Bea. Hát na, izgulok rendesen, majd látjuk. Igen, mondjuk ennél drámaibb zenei felvezetés is találhatott volna Balázs. Ahogy komolyan tudjunk menni. Tényleg rám fér a pihenést, hidd el, tényleg megértem, egy hetet volt, 30 fokon naposztam, megértem, be a abszolút igazad van. Borzasztó lehetett neked, igen. Rázott a repülő, kicsit bemelegedett a bezső, amit hoztak. Gázolni térdik a tengerben, az idegen étel és ital mennyiség, amit elfogyasztott. Hát, hidd el, milyen borzasztó lehetett, mond mit kipihenni. Én, Bea, azt gondolom, hogy a szívemből szólsz, játszon csak a Jani, egészen nyugodtan. Indíthatjuk az órát? Igen, rendben. Akkor 3-2-1, tessék. Mesélsz nekem egy kicsit Berettyó újfajlóról? Nem voltam. Szólalj már meg! Legalább mondjál valamit. Azt szeretem volna megkérdezni, hogy jártál-e már erre. De elhiszitek... De már lelőzted. Elhiszitek, hogy fejben ezt a mondatot előtte összeraktam, és azt mondtam magam, hogy ja igen, csak hát ezt a nemet nem kéne beleraknom. Persze, hogy beleraknom. Ez gyors vagy. Köszönöm, Jani. Ki röhög ki a háttérben? Ki szórakozik ilyen jól? A gyerekek. De cukik. Gyerekek jól szórakoznak. Mondjuk megértem, van mint. Hát ez tényleg nem volt egy erős játék. Atya úristen. Atya isten. Erősen visszafejlődtetek, srácok, mióta nem voltam. Tehát, hogy jöttünk volna vissza. Picit úgy érzem, hogy úgy kiesetek a gyakorlatból. Nem tudom, ki játszott az elmúlt egy hétben, de érzek némi hanyatlást. Minden, mi van? Mindkettem. Mi van veletek? Nem volt, ja megint kimondtam. Nem volt egy ilyen nincs itt a bali, adjunk mindenkinek ajándékcsomagot, szeretett hullám. Nyerje meg mindenki a fekete fehér igenemet. Jaj, véletlen kimondtam, és ez még ma még kicsit így átjött rutinból. Tehát nem. Nyertünk tegnap előtt. Jó, azért. Jani nyert. Bizony, gyanús ez nekem. Lehet, hogy te zavartad meg őket, Balázs. Hát lehet. Igen. Figyelj, na mindegy, ilyen könnyen még ajándékcsomagot nem kapott senki ebben a műsorban. És milyen jó, hogy én vagyok. De, jó van, azért gratulálunk. Küldjük neked. Szép hallgatás volt. Köszönöm. Ügyes voltál, Bea. Hello. Köszönöm, sziasztok. Hello. Egyek hát, és tényleg nem voltál még benne? De tényleg nem. Tényleg nem? Mondom, mesélj már egy picit a helyről, mert hogy még nem voltam arra fel, aztán mondjál, hogy mit érdemes megnézni. Mondom, biztos ráfut majd valamelyik tiltott szóra. Ja. A majd legközelebb. Persze. Mindegy, hát 2-1. Na, holnap picit beszállok a boxba, és akkor köszönjük. Nem lesz baj, jó? Holnap kicsit megérkezem, jó? És akkor utána, már pihenni. Utána már nem lesz baj. Én már másfél héttel ezelőtt elkölnyeltem, hogy ezt a hetet te fogod végigjátszani. Valószínűleg ez olyan pszichés állapotot okozott nálam, hogy egyszerűen képtelenné váltam a játék. Ezt én nagyon röhögtem, hogy ültök, kávéztok, teáztok, erre be, mondja, hogy Janival. Tudtam, hogy hátradőltök, mert azt hittem, hogy jövő péntekig én fogok játszani minden játékot. Tetszik. Na jó, jönnek újra a hírek, aztán jövünk vissza mi is, 4 perc múlva 7 óra, jövünk a hírek után. 7 óra múlva 9 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri, sziasztok, hello. Jó reggelt. Drága hallgatók. Igen. Tényleg egy jó török köszönése tudta megtanulni. Nem mintha érdekelt volna, vagy akartam volna. De nem vártatok ajándékot. Ugye? Hogy vártunk? Jó van. Picit hittem benne. Hogy most te valami... Örök álmodozó. Te örök idealista. De hogy egy ilyen bombom, vagy valami. Oh,
bombon. Nem tudom, egy török édesség. Tudod, régen csináltam a tranzitban megvett álságos ajándéknál jobb az őszintén semmit. Ahogy szoktam mondani, most már ez a Balázs az őszintén hozza semmit. Aha. Nem őszintébb, nem tisztább. Nekem jól esett volna a bombon a tranzitból. Egy bombon a tranzit, egy ilyen tranzitos, jaj, hogy gyorsan megveszek, annál az őszintén semmit, higgyétek el, sokkal jobb. Ezeknél az előre csomagolt török csemegéknél nincs ára. Nem is az. Hogy az, én annak picit örülök, hogy nem hoztál olyat. Dehogy is. Egy jó baklavát. Imádtam volna. Mondjuk abban az a jó, hogy ezt 10 év múlva is tovább tudod ajándékozni ezeket az előre csomagolt zúzókat. Semmi baja nincsen. Igazán jó arc, és akkor ma délután megveszem, és azt mondom, hogy otthon hagytam, és holnap behozom, és innen elhozom a körútról valami nagyon nyomorúságos baklavát. Hát fia, hogyha nekem hozol egy diós, meg egy csokis baklavát, én ezt készséggel elfújtam, hogy az Antaliából van, nekem tök mindegy. Nem. Gyerek. Is legyen, finom legyen. Semmiféle ajándékot nem. Az nem én lennék. Tényleg nem én lennék. Hát, kicsit fordulhattál volna most. Pont az lett volna a csel benne, érted? Hogy mindenki azt gondolja, hogy úgyse hozol, hiszen az vagy te, és akkor jössz. És akkor jövök, igen, a körúti diós baklavával, igen. Nézd, Jani, padlizsán salát, ezt neked hoztam. Már a nyaralás elején megvettük. Kicsit pezseg. Kicsit szélsavas, de ne törődj vele, ők így csinálják. Igen, dúsítják. Kaposvár Nagykanizsa között a 61-esen Iharos Berénynél a kamionosokat ellenőrzik. Csok írja nekünk. Őrsön nem működnek a lámpák, lesz itt baj, üzeni Anita, valamint Gödöllő Rét utcában trafi pax van, ezt Atis küldte nekünk. Az Egér út, reptéri út kereszteződésében sötétek a lámpák és káosz lesz, Bio Zoli üzeni, valamint Domonvölgynél, Aszód felé baleset, és 3 tűzoltó, 2 mentő már ott is van, 100 méteres a kocsisor mindkét irányban, üzeni nekünk Hansi, úgyhogy ott is mindenki menjen egy kicsit lassabban, valamint M1-es Hegyeshalom felé, 87-es kilométernél a felüljáróról mélnek a korán kelő rendőrök. Ez, igen, M1-esen van, valamint a vonatok mindenhol késnek, Budapest, Veres, Vác, kb. Fél órás késés, erről nem tájékoztatott a MÁV. Írja Móni. Bali, ne felejtsd el. Ja? Ne felejtsd. Igen, nem, mindjárt akarok valamiről beszélni, igen. Halló, jó reggelt, itt van egy hallgatónk, hello! Hello, sziasztok, Hansi vagyok. Hello! Hanzi! Ha, grüzdi! Én is tudom az SMS-t, amit az előbb olvastál, úgyhogy végig is annyi lényeg, hogy ő teljesen esett, teljes út, és mondja másfél-két órás várakozás. Aszód felé, Domonyvölgy, Aszód, aha. Domonyvölgy, Aszód felé, Gödöllőn át, Valkó, Galgaévíz, arra kell kerülni. Aha. Mert ha nem, akkor viszont nagy várakozás, azt mondom. Akkor 2 óra legalább. Vágják ki az embert az autóból. Akkor ott valami nagy baleset van. Nagy gáz van. Jó, köszi, hogy elmondtad akkor. Igazán ismét. Köszi, Krisztián, ciao. Hello. Törökökkel mi a helyzet közlekedés tekintetében? Azt ne akar tudni. Hát, ja. Három sávon, 6 autó egymás mellett, imádom őket. Nincsenek sávok, széles utak, és úgy mennek. Kijön egy busz jobbról, ott megy, bezhassít a körforgalomba, 100-zal nem nagyon lassít. Tehát kicsit dudak, teljesen jelzi. Mi teljesen máshogy értékelnek egy csomó mindent, majd még a szállodáról akarok egy mondatot mesélni, mert szerintem mindenkinek van ilyen szállodás élménye. Török trafit láttál? Én nem hiszem, hogy ott itt trafiznának. Vagy nem nagyon láttam. Nem lehet mi? Hát ők valami tevébe rakják, tudod, vagy valami olyan, amit mi európaiak nem nagyon ismerünk. Igen. És ott lapul bent ott az egyik pupa rendőr, a másik pupa kamera. Baklavárus. Ez nem is baklavár. Ugye itt megszoktuk, hogy a rendőrök bújnak el mindenhova. Ott lehet tényleg, hogy máshogy csinálják, különböző árusok fotóznak tényleg, vagy tevék, vagy nem tudom, de nem, hát sokat nem voltam. Fordíts irányba a tevét. Igen. Ez egy ilyen műteve, itt szépen elfordul. Na de. Nézd, a US Open döntőjét, Feri! Júj, tényleg, hoztam neked. Én már elfelejtettem. A sportmentalista? Mit mondtam neked? Egy szettet nyer a Gyokó. És tényleg az. Hát, és annyit nyert. Igen. Annyit nyert. Sajnos én kötésbe fogadtam. 2000 forint, amiről beszéltünk. Kölgjél ki Bali bácsinak gyorsan egy kis játékpénzt akar. De jó így hazajönni, köszönöm. Jó. Egyébként 8-at visszahozott Jani nekem. Na. Igen? Nem egymással fogadtunk, hanem ő mondta, hogy fogad, és mondtam neki, hogy ezt tedd oda mellé, úgyhogy még 2 fogadás Janitól, és akkor az is visszajön. Számítok rád, János. Igen, hát én mondtam, Janinak, mondtam, hogy tegyél nyugodtan a Gyoko, a Natára, mert Gyoko egy szett. Gyoko egy szett. És Gyoko egy szettet húzott, és utána sima 3-4-szer. Mi volt most vele? Ennyi, most nem is fáradt is volt, meg ennyivel jobb most a Nadal. Egyszerűen erről van szó. Nagyon nagy játék volt. Azt mondjuk, hogy minden idők egyik legjobb. Igen, döntője hát volt, a Nadal részéről nyilván.
kicsit fájt, örültem, hogy elmentél. Amikor, nem kevés, igen. Amikor megszületett az eredmény, és titkon bíztam benne, hogy hát ha elfelejted. Igen. Na, viszont amiről akarok beszélni, a senki ne értse félre, mert már nem annyira lássol, egyszerűen csak témaindító, mert szerintem mindenkinek van ilyen ötlete, hogy elmentél valahova belföldre, külföldre, és olyat láttál, amit nem akartál elhinni, nem tudtad hova tenni, azt gondoltad, hogy te egy szolgáltatást veszel igénybe, és ott mégiscsak elmész egy apartmanba, egy panzióba, egy hotelbe, Magyarországon, külföldön, vagy akár ha a nyári nyaralásokat nézzük, és... valami más történik, mint amit neked az utazási iroda ígért. De most nem arra gondolok, hogy tűzfalra néz a szoba, meg mit tudom én, nem tudom, a medencében nem volt feszített víztükör, hanem amit ottani dolgozók csinálnak azért, mert megpróbálják így a saját életüket egy kicsit megkönnyíteni. Mindjárt mondok egy-két példát, hogy hogy látnak vendégül a törökök egyes szállodában. Mindegy is, hogy ez melyik szálloda, nem is ez a lényeg. Következő történik, este te vacsoránál például elmehetsz magadnak mit tudja, húsokat sütögetni. Áll az ember egy ilyen szakács jelmezben, vagy nem tudom, aki lehet, hogy egyébként délután még animátor volt. És, de szerintem ez Magyarországon is megtörténik. Áll a törpe szakács, aki délelőtt még aerobik órát tartott. De szerintem mondom, ez Magyarországon is megtörténik, mindenkinek van ilyen élménye. Következőt látod, sütögeti a húst, egyszer csak így elkezdi már nyalogatni a szája szélét. Hát mondom, nem, hát ilyen, nem hiszed el, hogy a törökök mit csinálnak. De mondom, ez nem mindegyik szálloda. Fogja, átfordítja az egyik oldalára, fog egy ilyen, amivel tudod, így letakarítják a grillt, ez aha, a lapszerű. Ilyen sajtszelet, hogy mit. Levág kettőt a húsból, kicsit így megtörli a kezét, oda nyúl, berak egyet a szájába, megkóstolja, nyel egyet, megnyalja a kezét, megtörli az ingébe, elkéri a tányérodat, kidobja. Kidobja oda. Ász, mondom, tesó, hát gyere át, szenteste, és töltsük együtt a karácsony, de nagyban nem. Kóstold meg, ez is marha jó. Következő, megint, mondom, nagyon fura szálloda volt. Ilyen svéd asztalos vacsora, vonulunk ott a társasággal, mindenki szedegeti. Egyszer csak látom, nagy lendülettel, mint hogy kivágódik a konyhának az ajtaja, kijön egy ilyen pincérnek, vagy konyhai dolgozónak álcázott valaki, beáll melléd a sorba, elkezdi összeszedegetni a kaját, tudod, nézed, tesó, hát nem vagyok kaja írni, de nem a konyhába kéne lenned, érted? Hát gyere, üljünk te veled is egy asztalhoz. Hát ez olyan, mint egy nagyság. Kicsit beleszed abba, kicsit megkérde, ez jó, mondom, te tudod, te fűzted. Én honnan tudjam, ezt te csináltad, az előbb éppen voltak konyhába. Kicsit beleszed, virsli, egy falat, jó, gyümölcs, kicsi a dinnye, ránéz a tányérjére, oké, visszabaktat a konyhára, és már útközben elkezd enni. Tudod, te ott állsz, hogy hol vagyok? Tehát egy szenzációsak, hát, de elképesztő. Szinte ugyanazokat a szolgáltatásokat kapják, mint azok, akik befizetnek. Kivéve, hogy nem alszik ott, de az se biztos. Ha, így. Következő tűzijáték, lövik föl a tűzijátékot, tölti a vendégeknek a piát, áll, bögdös téged, hogy jó a tűzijáték, tölti magának, nem viszont, tölti magának a piát, körbenéz, jó a tűzját, mi kocint veled, ő is issza. Nem vagyok piairig, nem vagyok kajairig, nem erről van szó. Csak amikor ő kijön a pultból együtt veled nézni a tűzjátékot, kicsit megbök, hogy jó, mi? Jusszuf, tudod, nem tudom, hogy hívják. Ő is tölt magának egy kicsit, azt mondja, te mit iszol, mondod, te iszol valami. Jó, hozd magának, kocintatok, ő is megissza. Ászott délelőtt nem még jó volt. Csapatépítő volt a tanké. Szerintem ez sok emberrel megesik, tehát itt nem arról van szó, hogy a saját nyaralásomról beszéljek, hanem ugye mint téma, hogy ha te elmész valahova igénybe venni egy szolgáltat, ez szerintem számos helyen van ilyen, hogy az úszómester kicsit beül veled szaunázni, hogy a recepciós egyébként nem tudom, délelőtt valahol találkozol vele, a takarítónő. Én nem tudom, mit csinált ott a takarítónő. Van ilyen, hogy kicsit befekszik az ágyadba, befújja a parfümöt. Mindig minden máshol találtunk meg, de ez még magában nem baj, lehet, hogy rendet rak. Hajtogatás volt hattyú törökközőből, vagy teve, vagy valami ilyesmit nem csinálták? Ez nem az a hotel, ez nem az a típus hotel volt, ahol neked álló, nem tudom, tevét hajtogatnak törökközőből. Tehát itt... Lehet, hogy ők voltak a minőség ellenőrök, nem? Hogy a vendég biztos elégedett legyen. A tulaj fia. Igen, ő megkóstolta a piát. Akkor minden rendben van-e, jöjjenek jövőre is. Jobb még egyébként a tűzi játék, meg mondjuk, hogy hoztam a családot. Igen. ott a család is. Mit tudom, hogy nem volt egy asztal megterítve, akkor leültél, elkezdted magadnak összeszedegetni a terítéket, és akkor megterítettél magadnak. Jött, nem tudom, Jusuf 2, és akkor mondta, hogy hát ez kiváló. Bravo! Kiváló terítés. Következő, látunk egy ilyen ásványvizes üveget, mondom, barátom, egy kanna vizet.
dobjál már hozzánk. Ugye ezek ilyen másfél literes flakonok. Nem hiszed el. Látom, hogy elindul a pulthoz, és látom, hogy valamiben sántikál. Már érzem, hogy ez itt valami nem stimmel. Bizonytalanok a lépései. Bizonytalanok a lépései. Ő tegnap egyébként még baklaváros volt valahol Isztambulban, ma már pincér ebben a szállodában. Látja, hogy a másik asztalról letett a pincér egy olyan műanyag flakont, amiben csak félig van a víz. Fogja, hátra néz, tudod, nem látta, hogy figyelj, letekeri a kupakot, fog egy másik flakont, kicsit így megrázogatja, megnézi. Összeöntötte. De a klasszik mozdulat fölemelés így megrázza, hogy mennyi víz van abban, illetve van-e benne kenyérmaradvány, valaki beleívott. De látja, hogy tök üres, semmi nincs, megfogja, kicsit körbenül, áttölti az egyik vizet a másikba, betölti, jó, összedobja a palackot, azt így bedobja a kukába, visszatekeri rá a kupakot, jön, de ugye nem tudta, hogy figyelem, jön, hozta a hideg vizet. Rányít egyet. Rányít egyet, tudod. Elvettem, mondom, tesó. Hát most tényleg, hát azért bennünk is van magyar hőscsap, mi is tudjuk ez, mi a minket próbálsz megvezetni. Csak mert ráadásul egy öt csillagban voltál, ugye? Igen, de mondom, ez valami ilyen, ez egy nagyon érdekes szállodó. Törökötös. Ő ezt így összeöntötte. És akkor mondta, hogy hát akkor Isten, így unk. Nincs a törökökben mi a legmagasabb fokozat? 8-as csillagot? Én is elgondolkoztam, hogy lehet már ez egy visszaminősítés. De hogy egyébként ez valahol szórakoztató. Tehát, hogyha erre nem vagy kényes, már pedig én nem végezni, nagyon szórakoztam. Másnap már úgy mentem húst sütni, hogy tesó fele. Így a 50-50. Köretet hozhatok? Valamit ennél, egy rizst, egy dinnyét. Titokban esznek. Egy katonát. Titokban esznek. Az összes pincér, aki kint állt, a kinti résznél, az azt látott, hogy az egyik mindig fagyit evett. Azt csinálta, hogy szedetett magának a másik pincérrel a fagyis pultból kis fagyit, de nem figyelt a menedzser, meg senki, akkor inkább műanyag, fagyit evett. Közben sütögette úgy, megint fagyit evett. A gyerek onnan tudta, hogy van fagyi, hogy látta, hogy a pincér fagyizik. Szenzációs! Tehát ez elképesztően jó hotel volt. Úgyhogy ilyenek vannak, de szerintem ez van Magyarországon is, de, nem? Cukiba láttam olyat a cukrászdában, hogy a torta tetejéről a kis csoki dísz így rászokták állítani keresztbe, az ledőlt. És közben ott mit csinált az emberünk, és látta, hogy a vevők ott állnak, fogta és így visszarakosgatta őket kézzel. Jaj, igen. De aranyosan visszaszúrta, meg egy kicsit jó beljebb is nyomta, tehát nem dőlt le még egyszer, de legalább valami nylon kesztyűt vegyél már föl, vagy nem tudom, egy ilyen zacskót húzzál a kezedre. És fogta, visszatette, az is megnyalta magát, csoki, jó, finom, tette tovább. Nem rossz. Ez szenzációs. Csak amikor ugye ezt egy hotelben látod, akkor az nagyon-nagyon fura. Nagyon-nagyon fura. Állandóan összetörtek valamit, tehát estek keltek. Volt egy pincér, az naponta kétszer esett úgy hanyat, hogy nem értetted, hogy ő mind csúszik el, vagy mit csinál. Szerintem ő életében nem pincér. Nem az esti műsor része volt? Lehet egyébként. Tehát vannak ezek a szállodák, amin átokül, vagy nincs rendes vezetés, vagy úgy hirdetik, hogy 5 csillag, de 3 csillag. De szerintem ilyen élménye nagyon sok embernek van, hogy kimész Görögországba, Törökországba, és ha ott nem egy jó európai vagy amerikai menedzser van, vagy tulajdonos, akkor őket, ha egy szabadjára engeden, itt ez a hotel olyan volt, mint a meghaltak volna a tulajdonosok, és így mindenki azt csinált volna, amit akart. Még érde? Megy, tehát a foglalások megvannak, jön a vendég, ki kell szolgálni, de már nincs aki ellenőriz. Tehát a pötangos törpe, aki közben német nőket akar felszedni, az egész egyszerűen elképesztő volt. De volt rajta ilyen kis barett? Tehát, hogy így adott rá, hogy egy picit franciás legyen a külseje, hogy passzoljon a játékhoz. Egy hatalmas sajtos croissant majszolt állandóan, és nagyon nagy akcentussal beszélt. De neked nem volt még ilyen, hogy elmentél egy szállodába, és ilyen szolgáltatásokat láttál? Vagy ilyen típusú étterembe ültél be, ahol nem értetted, hogy ez miért történik? Amit én állandóan kiszúrok, az újrafeldolgozás. Tehát, hogy én hát itt azt imádtad volna. Tehát akkor bemész a szállodába, és azt látod, hogy egyik nap ez van, a másik nap meg az. Tehát, hogy egyik nap volt húsleves, mellé készítve a cérna metéltel, és másnap meg van Varga Béles. Tehát, hogy, és tudod, ez így picit átlátszó. Tehát, hogy azt érzed, hogy hát basszus. Az itt állandóan megcsináltál. Tehát az előző napi csirke, az másnap mustáros csirke volt. Én egy első nap nagyon fura volt, második nap fura volt, és aztán elkezdtem élvezni. És utána már csak az volt, hogy az asztaltársaság mindig figyelt, most dönti össze, figyelt, ott kajál. És már nem tud, röhögsz. Tehát amikor tényleg azt látod, hogy a harmadik pincér is jön ki kis tányérra szed, és ott finoman megdumálják, hogy jó a kaja, és esznek a vendégekkel együtt. Igen. Azt vártam, hogy tudod, bejönnek a családtagok, gyerekek, valóban leültetik. Volt olyan pincér, aki nem ment vissza.
nem ment vissza be hátra, hanem leült az asztalhoz, és a vendégek között elkezdett kajálni. Valami kis névjegye volt, tehát valószínűleg már egyel följebb volt, tehát vagy menedzser, vagy valami. Este 7 óra. Leült, és egy négyfős asztalra egyedül leült, és ott finoman elkezdte enni a kis dinnyét. És sírtunk a röhögéstől. Tehát, hogy ez elképesztő. Erre mondják egyébként, hogy családbarát szállodat. Egyébként. Nem? Mert egy nagy család, úgy érzed magad, hogy egy nagy család része lennél te is, és ők is. Szórakoztat is, meg is etet. Ha? Minőség ellenőrzés megvan azonnal. A kajában lehet a legtöbb ilyet megcsinálni. Másban nagyon szállodában nincs. Az egyiptomiak a legjobbak. Na, ott nincsen. Ott ugyanez megy, hanem ott is öt csillag, ami ugye véleményes öt. Úgy szoktuk mondani, hogy vagy három és véletlenül valaki túlpontozta. Ott például simán megvan az, hogy a haladból, amit lesüktetsz, roston, grillen, ő megkóstolja, de kézzel. Egy darabot ő is ott kivesz. Ugyanazt. Tehát, hogy ott valószínűleg ez lehet, hogy a kultúra része egyébként. De utána megfordítja és az érintett felületet megsüti, nem? Igen, és utána úgy adja oda neked, mint ami sem történt volna vele. Óriási. Azt írjuk, hogy Balázs ezzel csak a szolgáltatás színvonalát emelik, hiszen csak az elit vendégeknek van előkóstolója. Lehet, hogy ők egy ilyen ételkóstoló, ételfogó, az összeöntő az náluk a szomelié, nem? Tehát, hogy valahogy így próbálták ezt. De most mit csinálsz, tényleg visszaküldöd a vizet? Nem küldöd vissza? Hát nem érdekelt, összetöltötték, össze röhögtem, de hogy most felhúztad volna magad? Vagy? Hát, de hogyha mondjuk azt látom, hogy mert ez, hogy így megnézi, és tényleg nem húzik benne néhány morzsa, vagy ilyesmi, megfelelően lassan tölti át, mert akkor morzsák az alján marad. De az lett volna durva, érted, hogyha még bele is kóstolt el, azt látom, hogy király. Jó. Elég hideg. A borokat simán, tehát a borokat a két üveg vörösbort, hogy nem tudtak nagyon más alkoholt hozni, csak vörösbor, az okszó nélkül kupak le, összeön, kupak vissza, le az asztalra. Atya úristen. De közben, ha te nem tetted vissza a kanalat valamelyik ételre, akkor kijöttek és leszúrtak téged, hogy te ugyan tedd vissza a szetér, akkor tedd vissza a helyre a kanalat. Tehát közben azért próbáltak téged fegyelmezni. És a déli melegben nem volt, hogy a pincér ledobta a szettet, úszott egyet a medencébe. Szerintem simán. Szerintem a vendégek 60%-a az ott dolgozókból állt, hogy jött a pincér, úszott egyet. A recepciós mondta, hogy ha meg akarjuk kenni, akkor úgy kenjük meg, hogy ne adjuk neki oda a pénzt így. Mit tudom, hogy ilyen szobát akarunk, vagy olyan szobát, egyébként nem akartunk. Tegyük be az útlevélbe, mert azt nem látja a kamera. De meg, igen. Szenzációs. Óriási, hogy ezt előre bevett. A társaságban valaki adott 50 eurót, mert a penészes volt a szobájuk, meg rohadt, meg láttam róla a fotókat, tehát tényleg cudar állapotok voltak. Ne higgyad már, ne higgyad. Hát itt a menedzser kiszúrja a kamerát. Tedd be az útlevélbe, add át az útlevelet, és adod ahogy az 50 eurót. De aztán 200 euróért sikerült, mindenki kért egy 50-est, és 200 euróért kapta a másik szobát. Szenzációsan nyomják, nem? Egyébként szerintem ezt már ők eleve be is kalkulálják. Tehát beraknak téged így a szobába, ha viszed, viszed, ha nem viszed, nem viszed, persze, de biztos, hogy kérni fogsz. És az neki rögtön már plusz bevétel. Tehát már plusz előre. Ő elkönyveli azt, hogy oda fognak menni, és kérni fognak egy új szobát. Szerintem ez az 50 eurós szobacsere, ez már, ez oda, már benne oda, van. Oda küldik így, direkt, már, hogy utána tudjál menni. Jó, van okay. Egy darab penészes szobájuk, mindenki ott kezd. Igen. Délután már nem akarsz. Az a dobbantó. Az a dobbantó, oda megköltözhet meg 50 euró. Ha meg nem fizetett az 50 eurót, így jártál. Ráfaragtak, mert a társaságban egy olyan csapatba ütköztek, aki kért egy jobb szobát, majd utána visszakérte a pénzt, és még kártérítést is. Tehát ők nagyon rosszul, nagyon rosszul egy igazi profival. Igazi profival kerültek össze. A mi csapatunkból volt egy anyuka, ő azért ezt elég flottul. Elég flottul és elég jól nyomja, tehát a menedzser meg az ott dolgozó már azt is megbánta, hogy valaha életében bárkitől is elkért egyszer 50 eurót, mert hogy többszörösen kellett azt neki visszafizetni. De a végén megköszönték, hogy azt mondja, megtiszteltetés volt önnel alkudozni és veszekedni, és hogy ilyen, maga a legjobb, maga eddig a legnagyobb, akivel találkoztunk. Igen. Taxi hívás a végén, szenzációs ez is, mondod, a recepciónál kell taxi. Valaki áll a recepciónál, aki hallja, hogy te taxit rendeltél, berohan utánad az étterem, és azt mondja, hogy ne hív taxit, mondd le, majd én hozom a taxit. Olcsóbb, jobban jársz. Igen, egyik 10 euró, a másik 8 euró. Akkor visszamentem a recepcióhoz, mondtam, hogy nem kell taxi, mert itt idejött egy ember, aki azt mondta, hogy ő majd visz. Ne, azzal ne foglalkozzak, az a taxinepper. De mondom, ez a ti recepciótok mellett áldogál a hotelben. Egész nap. Mondja, hogy nehéz volt megoldani, fél órával előtte szóltam, hogy legyen egy darab taxi. Nehéz volt megoldani. Itt lesz a taxi. Mondanom sem kell, 25 perccel már az indulás, sehol semmilyen taxi, folyamatos telefonás, már itt vagyok, már jövök, hozom a taxit. Teljesen reménytelen volt, hívtunk egy normál taxit. Ott áll bent a recepciónál a taxinepper.
És ő kihallgatja a vendégeket, hogy mikor kérnek taxit, oda rohan, lemondatja vele, és azt, hogy hozom az én autómat, ne kérd taxit. És nem rúgják ki? És nem rúgják, nem mondják azt, hogy hülye vagy, menj már ki innen, ne itt ne perkedjél. Szóval, hogy na mindegy, ezek nagy dolgok. De látom már az SMS-ekből, hogy nagyon sok hallgatóknak van hasonló élménye, akár belföld, akár külföld, olyan dolgok szállodán, amit ez mert első látásra talán még nem is akart elhinni. De megtörtént akár Törökországban, Görögországban, vagy akár tényleg itthon. Van egy SMS számunk, ez a 06-745-00-00, jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3:48 lesz, pontosan 2 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Újra itt, újra hárman. Már nem vendégek, hanem a harmadik vendég. Igen, kérdezik, hogy ki az új fiú, igen. Ugye arról beszélgetünk, hogy kit milyen csalódás ért már szállodában, de most nem arra gondolunk, hogy mit tudom én, az utazási iroda átvágta és tűzfalra nézett a szoba, ezek a nagy klasszikusok, ugye, vagy mit tudom én, tengerparttól azt írták, hogy tengerre néző szoba, és 3 kilométerre volt a tengerpart, hanem szállodán belül, amikor olyan dolgokat tapasztalsz, ami nem megszokott, vagy apartmanon belül, vagy panzion belül, amikor azt látod, hogy valaki több funkciós módon üzemelteti saját magát, vagy úgy készíti el a vacsorát, vagy beleeszik, vagy tehát valami nem stimmel, és hát rengeteg hallgatónknak van ilyen élménye. Azt írja egy hallgató, hogy ők egy apartmanban 5:30-kor arra keltek, hogy jött a tulajdonos, mert visított a malac, és kezdődik a disznótor. Bejött hozzánk, felébresztve minket, hogy nem tudnánk-e segíteni megfogni a malacot, mert kevesen vannak. Óriási. Szenzációs, igen. Nekem sokszor volt dolgom Indiában, és sűrűn kellett odautaznom, mert rendszeresen a hotelszobámba kopogás után automatikusan begázoló személyzet az ágyamra leülve kapcsolgatta a tévémet, hogy nézzem a krikettet, mert hogy az jobb. Írja Zozi. Nálunk Rodoszon 3 éve patkány volt a szobában, a 3. emeleten simán mondták, hogy itt ilyen a természet, írja Gabesz. Pápán az ujjával kente az étteremben a nutellás palacsintában a nutellát, a személyzet. És nem rossz egyébként, az, nem? Azért az sokkoló lehet. Igen. 4 csillagos siófoki szálloda. A kedvencem az volt, amikor a vendég csapolt sört kért a vacsoránál. Megkapta a minibárokból összegyűjtött közeli lejáratú dobozos söröket korsóba összeöntve. Szép, nem? Egy portugál szállodában dolgoztam, ott a lakosztályban fetrengtünk, a kanapén meccset néztünk a plazmán, és PlayStation-on játszottunk a londinerekkel, írja Misu. Na jó, de amikor nem lakott benne senki, feltételezem. Vagy úgy, hogy ott volt a vendég? Nem, szerintem amikor nem volt, igen. Bodrumban a személyzet családtagjai is bejártak kajálni 5 csillagos szállodában. Afrikai ugye Kongóban üzleti vacsora, mindkét partner hozta 7-8 fős perepúcsot. De hát az más, az ottani kultúrkörhöz azért ez beletartozik. Svédasztalos ebédre mentem egy szállodában, a szakács merte a levest, ujja a tányérba. Szóltam neki, hogy halló, bent van az ujjam. Mire a válasz? Tudom, nem meleg a leves. És lenyalta az ujját, és merte tovább. Másnap beletüsszentett a levesbe. Jaj. Akkor már nem ettünk. Nagyon jó SMS-ek vannak egyébként, igen. Itt van egy hallgatónk, halló, jó reggelt, hello Laci. Jó reggelt, sziasztok. Hello, belföld, külföld? Belföld, szigorúan belföld, 2 kisgyerekkel, szálloda, balatoni szálloda. Megérkeztünk, már ott valami nem nagyon stimmelt az egésszel, senki nem tudott semmit arról, hogy mi érkezünk. A legfőbb történetek igazából a vacsorához és a reggelihez tartoznak. Reggelente 8 napon keresztül ugyanaz, párizsi, zalafelvágott és valami 20-rangú, ilyen paprikás szaláminak álcázott dolog. Ömlesztett sajt, vaj. Hát ez a szokásos, esetleg... sok helyen szokásos azért, igen, ez még nem annyira. Igen, igen, ez annyira még nem, főleg az ebéd vagy a vacsorák voltak a legjobbak. Mindig reggel meg kellett választanunk azt, hogy estére 2 étel közül, 2 leves, 2 főétel közül mit választunk. Rizs volt rizssel, ezen kívül húslevessel, egyszer-egyszer egy krumpli leves. A legnagyobb sztori pedig az, hogy az előző este lévő nokedlit a másnap leveshez lévő történetbe beletette. A húslevesbe beletette konkrétan a nokedlit. Ha? Húslevesbe a nokedlit? Így van, így van. Hát, így van.
Tehát úgy itt osztálik. Mert ugye egyébként tök üres lett volna a húsleveset. Hát akár örülhetsz is neki. Az még egyébként igen, jó igen. Is. Igen. Igen. A többi, hogy csak akkor volt vacsora és reggeli, hogyha valamelyik szálló vendég készpénzben fizetett, mert különben nem volt pénz a kasszában, nem tudtak miből vásárolni. A valamikor a recepció szolgálta föl a vacsorát vagy a reggeli. Én ezeket bírom. Amikor láttad a recepcióban, és utána megy vacsorát felszolgálni, mint estére már pincél. Hát ez... Így van, tökéletes volt. Nagyon kedvesek voltak, nagyon rendesek voltak, nagyon fiatalok voltak, de hogy senki nem tudta, hogy ki hova megy, mikor kell menni. Megrendeltük a takarítást, hogy hát ugyan már 8 nap alatt azért jó lenne, ha kitakarítanak. Senki nem érkezett. Mi takarítottunk, kértünk partvist. Kértünk söprőt, hogy esetlegesen össze tudjuk takarítani azt a port, vagy azt a morzsát, amit a gyerekek lejtettek. Hát igen, ez is tipikus. Laci, köszi, hogy elmondtad. Köszönjük szépen. Köszi, ciao. A nászútról, vagy a nászútunkon előbb értünk vissza a szobába, a takarítónak törülközővel takarította a WC-t, a mi törülközőt. Jaj! Aztán azért. Visszaigazgatta szépen. Azért az is nagyon-nagyon fincsi, igen. Igazából tökünk, hogy ez belföld, külföld, ezek nagyon, nagyon szép kis történetek, igen. Törököknek hihetetlen jó üzleti érzékük van. Hogyan vegyék meg az embert. Nekünk egyik nap felajánlott egy fotós, hogy csinálunk pár képet a szálloda területén, pálmafa, tenger, csodálatos lett, másfél órás fotózás után este 9-re kellett mennünk a képekért. Fantasztikusak lettek, nagyon örültünk, letette elénk a képeket, majd azt mondta 1200 euró. Azt a rohadt. Megköszöntünk a lehetőséget, és azt is, hogy láthattuk magunkat. Írj egy hallgató. Hát, most ez ilyen. Ha nem beszéled meg előre, ebből a legjobb az, ez szintén ugye Egyiptom, amikor azt mondják, hogy föl akarsz-e ülni a tevére, ingyen van. Persze, igen. Fölülsz, a tevére föláll a teve, és mondod, hogy jó, köszönöm, mert kipróbáltam, le akarok szállni. Jó, 5 euró. Mert hogy ugye magasan vagy, igen, hát vagy leugrasz, igen. De aki egy kicsit is egy fél a magasságtól, az le akarja, hogy üljön a teve, hogy azt szeret, és mondja, leül az 5 euró. Ennyi érül, ő egy ilyen teve, 5 euró. Ez a vezélyszó, ha azt mondom neki, 5 euró, leül. Azt mondtuk, hogy ingyen szállsz föl, azt nem mondtuk, hogy pénzért fogsz leszállni. Mekkora trükk, ezt nem ismertem. Nem ismertem? Nem, ez nagyon nagy. És ugye le lehet ugrani egyébként, mert mondjuk ülsz egy 2,5 méter magasan a tevén, csak van, aki ott egy kicsit, hát a rosszul érzi magát, vagy a másik, hogy ott állsz a piramisoknál, és oda jön a csávó, hogy próbált fotózni a feleséget, és mondja, hogy állj oda mellé, csinálok rólatok egy fotót. Te odaadod a gépet neki, oda elmered, lefotóz, és utána mondja, hogy ez oké, de hogyha vissza akarod kapni a gépet, na az megint 5 euró. De az nagyon aljas már. Az a legalja, amikor elveszi a gépedet. Igen. Mondjuk az 1200 eurós családi fotóknál simán el tudom képzelni, hogy így napról napra lejjebb ment az ár. Tehát mindig, amikor találkoztak, ezért. Mikor utaznak? Csütörtök? 8. Jó. És a végén talán 100 euróért meg is kapták volna. Igen, valószínűleg elvihették volna. Na jól van, köszönjük az SMS-eket, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Csak még egy utolsó SMS. Siófok 4 csillag, olyan kemény volt a citromfagyi, hogy nehéz volt belőle szedni. A pincér hangosan anyázott annak, aki kért belőle. Siófok 4 csillag, azért miért nem egyszer csak itt rohadék? Hát nem látod, hogy letörjük a kezem? Rohadjál meg. Halló, jó reggel! Sziasztok! Hello, Vera! Honnan hívsz minket, Vera? Ajkáról. Ó, hát Ajka, hát ott Varrodából, meg mindenféle más üzemekből, nem minden héten van legalább egy Ajka játékosunk, de tényleg. Te milyen üzemből vagy, honnan? Mi irodából dolgozunk. Egy üzemnek az irodájából. Igen. Varrodának. Hallgathattok rádiót? Igen. Pont talán az Ajkai játékosunk kapcsán volt egy hónapja, ne egy hónapja, egy éve, hogy kirúgták, hogy mi volt, emlékeztek? Kiderült, hogy rádiót hall, nagy balhé lett belőle. Pécs volt? Pécs talán. És aztán visszavették, nem vették? Nem vették, de lett neki új munkája. Igen, aztán valakinek kerestünk is, hát meg kirúgták miattunk, igen. Nem, ő elmondta, hogy hideg van a gyárban. Hogy hideg van. És hogy nehéz körülmények között dolgoznak. És akkor másnap kirúgták. De azt szerintem Szigetvár volt. Lehet, hogy Szigetvár volt, viszont Ajkán megszóltak, hogy nem lehet rádiót hallgatni. Az nem, volt az Pécsvárad volt. Na mindegy, tök jó, ebben nincs ennyi. Igen. Hányan játszotok, Vera? 9-10 vagyunk. Na, az már egy jó játék. És csak lányok, vagy fiúk is? Vegyesen. Vegyesen.
Jó, nem akarsz nagyon beszélgetni. Tehát fiúk és lány. Igen. Mit csináltok? Milyen irodai munka, hogy mit kell csinálni? Könyvelők vagyunk. Egy vidám könyvelő iroda. Jó van, mutatjuk, mit csinál Lóven bácsi Beru néni, jó? Jó, rend. Ó, húha. Töltik át az egyik palackból a másikba a vizet? Nem. Óven bácsi szívet húgyoz Beru néninek a homokba. A homokba. Na figyeljetek, mutatjuk az éneket. Oké. Még egyszer? Igen, még egyszer. Mutatjuk még egyszer. Nem nehéz. Hát egy magyar? Magyar. Magyar. Ez nem nehéz. Magyar szám. Én pont erre próbáltam utalni az előtt. Hát a könyvelők mindig viccelnek. Vetted a lapot. Hihetetlen. Nagyon kis turpisság van arra felé. Mutatunk egy hosszabb részletet, jó? Jó, rendben. Búcsúzzatok el a bögrétől. Karamell. Tudtam, hogy el. Még mindig ezt a karamelldalt szerintem a legjobban. Jó. És hogyha szeretnél. Na ez egy jó dal. Ezt játsszuk? Ne. Ma újat játszunk. Ja? Most játszunk. Na most igen, igen. Oké, bögre nincs, de van minden más, Vera, nektek, jó? Örültek? Jó, rendben, köszönöm, igen, nagyon örülünk. Jól van. Oké, sziasztok. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok, csajok és srácok! Hello. Ez tök jó. Azért jó egy könyvelő iroda, ahol legalább 10 könyvelő van, mert tűzén biztosan valaki mindig olvassa a cégközlönyt. Tehát biztos, a 10-ből egy legalább tudja, hogy mi a pálya. Mi az aktuális, igen. 6 percen pontosan 8 óra jönnek a hírek, aztán jövünk vissza mi is. 8 óra múlt pontosan 9 perccel. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Hello Jani, hello Feri. Sziasztok, jó reggel. Hello mindenkinek, újra itt vagyunk, hárman vagyunk, kiegészültünk. És hát nézve a szabadságos kiírásokat, most már évvégéig nagyjából így maradunk. Egy-két nap még lesz, de olyan nagy elmenetelek nem lesznek. Én lezártam a stáb szabadságolását, jó? Hozta. Köszönöm. Is, ahogy elmentél, hogy gyerekek, a Csabit be kell hozni, ennyi. Közel jársz. Ennyi. Átnéztem a papírmunkát, átszámolgattuk, és mondom, jó, hát ha Csabi ennyiszer megy, akkor valaki hozza be a stábból. A kutyafáját, hát nem én lettem. Nem, behozni nem lehet, csak megközelíteni. Igen. A Morning Show nem maradjon el Abaházi Csaba mellett. Poros úgy, nyomában nem érünk Csabinak. Úgyhogy meg kellett őt közelíteni. De sajnos ez egy, hát valójában egy szezonzáró nyaralás volt, hiszen most már egy hónap múlva megjelennek a kellemes ünnepeket jelző kis táblácskák, gyerekek. Tényleg egyébként. Lassan elkezdenek a háziasszonyok gondolkodni, bármennyire is fura, de tényleg, hogy karácsony így úgy, talán nem mondjuk, ez még kicsit korai, de hogy október végén már ott lesz valahol egy kellemes ünnepeket tábla, az egészen biztos. Vagy november elején, nem? És akkor már nem olyan nyaralni, mert akkor már csak a karib világ marad, ahol jó idő van. akkor már a karácsony marad egyébként. Esztergomi hídon szigorú ellenőrzés, állategészségügyisek is kint vannak. Zoli írta nekünk ezt Párkányból, valamint Trafi az M5-ösön Szeged felé az újhartyáni pihenőjénél. Ezt is Zoló küldte. M5-ös 44-es kihajtó Szeged irányába Trafi, Sajtos Zsolti üzeni, és mérnek az M5-ös autópályán Szeged felé a 405-ös lehajtónál. Ez Balázs küldte nekünk. 3-as főút Gödöllő, Mária Besenyő lezárva Aszód felé baleset miatt, Gödöllőnél lehet felmenni a pályára, és az M1-es az Egér útig áll, körülbelül 3 kilométeres már most a sor. Szeretnék, nem az csak rosszul van jelölve. M7-es 142-es kilométerénél fotóznak Horvátország irányában, írja nekünk egy hallgató, és az M7-esről az Egér úton át senki ne jöjjön Budapestre, mert hogy óriási a dugó. Van most valami nő, aki óvodákba megy be, és gyerekeket akar elvinni. Erről nem árt csak egy fél mondatot beszélni, hogy mindenki tegye ki, ha szülő, akkor ez a kép letölthető már az internetről, van egy ilyen fantom képszerű. A dolog azért durva, mert hogy felbukkan itt, felbukkan ott, bemegy, és megpróbál kisétálni gyerekekkel, ami azért rémisztő, mert hogy hiába gondoljuk azt, hogy ott azért felügyelet alatt állnak, van, ahol 20-30-an vannak egy csoportban, nem minden pillanatban, minden egyes szekundumban tud az óvónő odafigyelni, és amilyen elmeháborodott oda bevonul, akkor ki tud sajnos úgy vinni egy gyereket, hogy,
hogy ezt nem veszik észre, vagy nem biztos, hogy észreveszik, úgyhogy érdemes ezt kirakni minden óvodában. Tegnap beszélgettünk erről, egy hosszabbat volt igen? Egy szakértőnk is. Igen, gyerekpszichológussal, hogy tudjuk felkészíteni a gyereket arra, hogy oda megy hozzá egy idegen, és mondjuk annyira aljas, de ugyanakkor raffinált, hogy mondjuk egy kiskutyának a képével megy oda, vagy az anyukára, apukára hivatkozik, vagy közös ismerősre, ilyesmi, hogy hogy lehet a gyereket rávenni, hogy ne menjen át. Figyelj, én nagyon szeretem, amikor a pszichológus erről nyilatkozik, meg tök jó, de hogy egy 4 éves gyereknek ez sehogy nem mondom. Jó, de az szúja is itt volt, és vezető, nagy koponya. Mondtad tutit, ott nem volt megállás. Volt egy felmérés. De a szúja itt volt, hát ősz van, becsöngettek ő, úgyhogy nem a padokban van már. Hát hogy ennek hogy már az iskolában kell lenni, hiszen becsöngettek, miért nem a padokban ül már? Jaj. Na jó. Nem, csak mondom, egy 6 évesnek, 7 évesnek tök jó, elmondod, legyen jelszó. Legyen jelszó, megbeszéltek, hogy alma, ha mondja, hogy alma, akkor tudod, hogy az anyukát küldte. De egy 3 éves, 4 éves, akinek azt mondta, hogy gyere, nézd, ott van ez, veszünk neked egy ilyet vagy olyat, naív, tiszta, nem tudja még mi a rossz, hisz abban, hogy őt nem akarják bántani, nem is tudja, mi az a bántás. Hát egy bizonyos kor alatt ezt nem mondhat bármit a gyereknek, hogy csúnya bácsi, ne menj el vele. Ha a gyerek naív, akkor elmegy vele, nem? Valahogy így egyébként ő azt mondta, hogy azt kell kialakítani a gyerekben, hogy a kétség mindig benne legyen, hogy kérdezzük meg anyát, hogy én elmehetek-e. Hát ugye abban az esetben ez jó, hogyha anya egyébként ott récsel valakivel a játszótéren, és odaszalad a gyerek, de ha mondjuk érted, egy ilyen óvodai csoporttal van kint, amikor az óvónéni egy picit félrenéz, már azt sem tudod, hogy jól a gyereket. Igen, ez egy jó módszer, mondjuk, hogy kérdezzük meg anyát. Tehát, hogy ő benne legyen, benne mindig az, hogy oké, elmegyek veled, mert volt most egy felmérés, 9 gyerekből 7 szó nélkül elment. 7, érted? 7. Az nagyon komoly, következő módszerrel megy oda a néni, van alá egy póráz, meg egy kép. Gyere, keressük meg a kutyámat. És ahogy kiléptél a izéről, na ez a játszótéről már megfogja. A hidegráz konkrétan. Tehát, hogy a bizonytalanság, hogy nem tudod, hogy mi van a gyerekkel. Szerintem minden durvább, ha eltűnik, de most durva, amit mondok, de hogy szerintem az a legdurvább. Ja, igen, így. Tehát az, amikor akár éveken keresztül nem tudod, hogy mi van vele, annál még az is jobb, ha közlik a legrosszabb hír. Mert akkor megpróbálod lezárni, és túllépsz rajta, vagy megpróbálsz. De amikor éveken keresztül, vagy évtizedeken keresztül neked úgy kell leélni egy életet, hogy nem tudod, hogy mi történt, az elmondhatatlan. Az biztos. Igen, de hogy milyen rossz az, hogy tulajdonképpen, ugye itt arról van szó, hogy te 3-4 évesen el kell, hogy kezd felkészíteni a gyereket arra, hogy a világ rossz. És hogy azt a tisztaságot, azt a fajta ártatlanságot, ami egy gyermekben van, azt te akarva akaratlanul el kell kezdened egy kicsit elrontani és beszennyezni, hogy igenis nem minden szép, hogy nem minden jó, hogy vannak rossz bácsik, hogy vannak rossz nénik, hogy téged elvihetnek, elrabolhatnak, ugye? És ez finoman, de elkezded mondani a gyereknek, és ez szerintem, aki gyerekes, vagy van gyereke, az tudja, hogy milyen rossz az, amikor ez a fajta ártatlan gyermeki világ így kezd így összetörni a gyermekben, nem? És már tudja, hogy van rossz, már kérdez a rosszról, már olyan gondolatok vannak a fejében, ami 2-3 évesen még nem volt. Nem? És most aztán itt szépen lassan a gyermekben ez így sajnos megerősödik. El kell kezdened tanítani arra a gyerekedet, például, hogy ne segíts. Mert itt mi történik? Azzal mennek oda, hogy gyere, keressük meg a kiskutyámat, hogy a gyerekben kialakuljon az, hogy őnek itt tilos segíteni, mert lehet, hogy a mögött valami más van. Ez egy egész életre kihat, és akkor később az lesz, hogy látsz valakit az utcán, hát nem segítek. Most ezt lehet, hogy túl gondoltam egy picit. Nem, abszolút. A dolgot, de hogy abszolút. Elkezded 4 évesen ezt belenevelni, hogy minden mögött sejts valami rosszat, mert ebben van valami igen. Rossz. Mondjuk azt... is mondta egyébként, ő is beszélt a rosszról, mondta, hogy diktatórikus módszerekkel vezeti a csapatát. Hát, de igen, abszolút. Igen, ez a Ross Brown nagyon rossz. Csáva. De hogy... azt nem tudom, hogy le tudták rajzolni, de mi nem állították meg? Tehát szerintem az óvoda környékén, ha te megállítasz bárkit, akinek egy gyanús, ahhoz neked jogod van. Sőt, szülőként neked szinte figyelned kell, hogy kikólálkodnak az óvoda körül. Tehát ők beteg világ, de hogy te mész az óvodába, és azt látod, hogy ott valaki furán viselkedik, vagy nézegeti a gyerekeket, vagy csak ott úgy, nem tudom, hogy jön-megy a kerítés környékén. Hát én biztos, hogy oda mennék, de ti is gondolom. Ennek a nőnek az esetében egyébként volt, hogy feltűnt ugye a szülőknek, és akkor valaki számon is kért, és utána ilyen csúnya, ilyen kis szóváltás lett belőle, és a nő káromkodva elment. Tehát, hogy itt konkrétan ez történt. De egyébként a normális óvodákban, szerintem egyébként minden óvoda ebből a szempontból normális, ott úgy van, hogy amikor ugye elkezdődik 8 óra, akkor szépen bezárják a kaput, bezárják az ajtót, onnantól kezdve csak az mehet be meg ki, akiről ők tudnak, meg valamilyen alapos indoka van.
És azért ott van egy ilyen szűr. Szerintem, amikor így szabadtéren vannak kint, tényleg kimennek a térre, vagy elmennek valahova sétálni, egy játszótérre, stb., ott van igazából veszélyben a gyerek. Mert hogy az már nem egy ilyen steril környezet, mint amilyen az óvoda, meg mint amilyen az iskola. Ami érdekesebb, zárnak. Hogy például senki nem akarta ott tartani ezt a nőt, amíg a rendőrség kijön. Még nem tudnak vele szerintem mit kezdeni, mert ugye nem történt meg nem a történt semmi. Maga. Na de hát érted, már hallottál róla a 13. kerületből, a harmadikban most megint feltűnt, akkor azért ott csak lefogom, hogy igen, akkor csak... most nem tetszik sehova menni, kijön. De legalább, hogy ijesszenek rá, vigyék el, nem tudom. Nem, egyébként meg nem minden óvodát zárnak, tehát nálunk néhány szülőnek az is nehezére esik, hogy a külső kapun van egy ilyen kis kallantyú, amit te fölül beraksz. Ez elég nagy baj. Ugye? Hát nagyon nagy baj. Hogy a gyerekek ne tudjanak kimenni. Ilyenkor önkéntesen dörködöm egyébként, ritkán szoktam, de ilyenkor megteszem, a gyerekről van szó. Ugye bemegy a szülő, és fönt át kéne, hogy hajtsa a kallantyút, azért, hogy a gyerek az, mert hogy be van néhány vállalkozó szellemű gyerek, aki elindul hazafelé, hát ugye kíváncsiak, azt hiszik, hogy közel laknak, elindulnak. És jön a szülő, és nem rakja vissza a kallantyút. És így állsz, és nem érted, hogy ő nem rakja vissza, akkor nem arra gondol, hogy vagy arra gondol, hogy hát én már ben vagyok, én már megyek a gyerekért, hát most már elhozom, megvan. Hát most már nagy baj nem lehet. Na de holnap meg, ha a másik szülő nem rakja vissza, akkor az ő gyerekért fognak bemenni. Szerintem, nem esik el nekik a tantusz, hogy miért van az ott. Ki van írva, hogy legyen szél, zárja, rakja vissza. Sok szülő visszazárja, és tök jó, mert visszazárja. Néhányan bemennek, tudod, és ott délután olyan forgalom van, hogy viszik el a gyerekeket, nem rakja vissza. Nem, hát majd úgyis jön utána valaki, az visszarak. Hát most mennyi egy mozdulat, érted? Megfogod, visszahajtod. Mert pont kimegy két gyerek, egyébként elindul haza. Tehát, hogy simán be tudnak jutni az óvodákba egyébként. Ezen is lehetne változtatni, vagy szigorítani. Nyilván horribilis pénz lenne, meg beruházás, de hogy valami olyan kód, amit csak a szülők tudnak, hát azért az nem egy nagy pénz minden óvodának, de valamilyen kódos kapu tele van ilyen is, rakni, nálunk nem? Olyan a bejárat. Nálunk úgy bemész, mint a húzat sajnos, ami nem az óvoda hibája, egyszerűen nincs rá pénz, hogy ez erre beruházzanak. De például, ha én megyek a gyerekért, vagy megy a béka a gyerekért, és beütjük a kódot, látod, hogy jön utánad valaki, mondjuk van, hogy megvárod. Tehát, hogy nem mindig csukod be az ajtót. Ja, hogy nem mindig csukod, igen. Megvárod, őt is beengeded, mert hát hiszen jön a gyerekéért, ugye? És akkor ilyenkor bárki bejöhetne mögöttünk. Igen. Nem, az a jó tényleg, ha elmondod, hogy menjen oda az óvónénihez is, kérdezze meg, nem? Vagy hozzád, így van, hogy elvehetek-e kutyát keresni a nénivel. És akkor én már szaladok oda a nénihez, és ütöm neki a fejét valami. Igen, valami nagyon szúrós, hegyes eszközzel, nagyon ütöd, és szólsz a többi szülőnek, hogy kicsi a rakás. Hozzanak még egy padot, azzal is sújtsanak. Azzal is. Egyébként szegény nem beteg, tehát valami olyan intézményben kéne lenni, amit valószínűleg bezártak pénzhiány miatt, nem is kiengedték őket, és úgy most egy 2-3 ezeren úgy kószálnak úgy valahol szerte az országban egyébként, mióta ugye bezártak bizonyos intézményeket, ők úgy valahol vannak. Csöndben meglapulnak, gyógyszerezik őket, nem gyógyszerezik. Őket. Kapnak egy gyógykezelést, nem kapnak gyógykezelést. Valaki figyeli azt, hogy ők beveszik-e a gyógyszert, vagy nem veszik be? Nem. Hát ők ott csak úgy hús azért úgy 2-3 ezeren úgy kirajzottak. Na most nem lehet tudni, hogy nem egy ilyen akar éppen a te gyerekedet elvinni. Csak amikor azt mondta, hogy a harmadik óvodába megy be, akkor azért nem biztos, hogy nyugodtan alszol, nem? Igen, ilyenkor azért elgondolkodol, hogy mire van inkább szükség ilyen intézményekre, vagy például a Pető intézetre, ami meg egy másik kérdés, de hogy ugyanez a vonal, vagy másra. Igen, a Viki szenzációs egyébként. A Viki tudod, mit csinál? Fogja a fényképezőt, oda megy, bármilyen gyanús autót, rendszámot, titokban, egy óvoda előtt éppen egy légy ott megbeszélő párt lát, aki gyanús, oda megy, és körbefotózza őket. Figyelj, először azt mondom, hogy nem csinál. Figyelj, annyira hatásos, hogyha valaki rosszban sántikál, egy perc alatt eltűnik, ha valahol áll egy autó ott a ház előtt, hogy akinek nem kínolta, oda megy, egy fotó, befotóz, körbefotózza, eljön, fél perc alatt tűnik el. Jó, de neki most kellett venni egy terabájtos Winchester a gyanús mappának. Figyelj, nekünk az otthoni gépen így megnyitom, és mire eljutok, hogy nem tudom, megtaláljam az e-mailjemet, addigra 400 autós, igen, Skoda felit, Renault Twingo, csókolózó pár kisgyerek. 2008-ig visszamenőleg 2008-ig megvan. Minden gyanús autó az óvoda előtt, minden gyanús szülő, vagy éppen nem szülő, le van fotózva, de a dolog pszichológiája az, hogy működik. Igen. Tehát erre rájött az ORFK is, mert úgy kölcsönkérték az archívumát. Nem kölcsönkérték, lefoglalták. Bevonultak, a tekesek elvitték a Winchestert, és néhány letöltött film mellett kiderül, hogy azóta ebből az archívumból dolgoztak. De hogy működik, és azt mondja, ne csináld. És rájöttem, hogy tök jó, ha rosszban sántikál, nem fogja megcsinálni, talán megijed, hogy már van róla fotó, vissza tudtad riasztani attól, hogy valamit elkövessen. Tök jó. Hogy ezt tényleg minden szülőnek tudom mondani, menjen oda, 2 darab képet csináljon róla. Egyrészt, ha valami utána történik az óvodában, legalább van valami, amin el lehet indulni, meg valahogy ettől megijednek.
Tehát mondom, a ház előtt a Viki, én már olyan annan tudom, hogy merre villog a vakum. Gyere már be a kertből. De szomszéd itt lakik 10 éve, ne fotózd már. Csak lecserélte az autóját. Bulival? Nem stroboszkop, a nejem az. Igen. Bárki új autót vesz az utcában, a Viki megállítja. Álljon meg! Körbefotod. Kis túlzása nyilván, de hogy ez a dolog jó. Szóval, hogy ez szerintem minden szülőnek sajnos így kell már viselkedni egy óvoda környékén, vagy egy iskola környékén, nem? Mi lesz, ha lerakod a dohányból előtt a gyerekedet? Most ez lesz az új, hogy majd onnan tűnnek el a gyerekek? Csak kérdezem. Hát akik dohányt vesznek és bemennek. Hát nem, hogy adott egyedül a gyerek. Hát de mit csinálsz? Hát be nem viheted. Hát nem tudod, be nem viheted. És mondjuk a hazafelé veszed meg, előbb-utóbb ki fogják szúrni azok egyébként, akik, mit tudom én, Rozman Sántikának, ha van annyi eszük, vagy tudnak még annyira összetette gondolkodni, hogy mondjuk dohányboltok előtt áldogál egy gyerek, 3 vagy 5 percig. És ki nem látsz, ugye, mert te hát nem látsz ki. Ja. Nem? Ezért lenne jó, hogyha minden dohányboltban lenne egy játszóksarok. A közvetlen a fagyipult mellett. Egyértelmű. Hát, ha már fagyipult van, akkor már érted. Akkor már játszósarok is legyen. Na, ha már ilyen rémizgetésnél tartunk, akartam erről egy fél mondatot beszélni. Ugye hát köztudott, hogy a bohóc fóbiámat még mindig nem tudtam gyógyítani. Jaj. De hogy van az, hogy egy brit város lakóit egy bohóc tartja rettegésben, ezt az Ákosnál is hallottam, hogy váratlan időpontokban, váratlan helyeken bukkan fel, és ijeszgeti a járókelőket. De most te komolyan mondod, te megijednél egy bohóctól? Tehát hát, este 10 órakor jön egy bohóc, tehát megijedsz tőle? De ha kiugdik eléd, este 10 órakor mész haza, kiugdik, és... Hát, tehát akkor kiugrasz nekem egy komondor jelmező, attól is megijednek, tehát akkor meg miért öltözik pont bohócnak? És ijeszgeti a járókelőket, próbálják elkapni, mert attól félnek, hogy valaki szívrohamot kap. Van, aki egyébként ugyanebben az angol kisvárosban szuperhős ruhát öltött, és próbálja elkapni a bohócot. Hogy azért ott is... Fertőz a dolog. Hogy azért ott is masszívan szívja. És azért ne felejtsük el, hogy Supermannek is vannak ellenségei. Senkinek. Nem mindenki bírja őt sem. Neki is megvannak a természetes ellenségei a képregények világából. Akkor ő is megjelenne, de természetesen neki is vannak ellenségei. És a végén az egész brit kisváros már ilyen szuperhősök forgataga lenne. Mindenki üldözne mindenkit. Mindenki ijesztegetne mindenkit. De na ő például mit csinál? Ő se százas azért, nem? Tehát ő semmivel se jobb, mint hogy óvodába menne be, vagy nem, mert nem tudom, melyik a jobb. De hogy ott máshogy csinálják. Tehát itt elmegy egy nő óvodába, próbál elvinni gyereket, ott meg bohóc ruhában ijeszgetik a lakosokat. Ő valószínűleg ugyanúgy van a bohócokkal, mint te. Tehát, hogy gyűlöli őket, és ez a bosszú. Érted? Hogy ő maga beöltözik bohóc ruhába, és úgy ijesztget. És így a kisváros bohóc számait ezzel már megcsekkel. Hát bizony, bizony. Illetve hát van egyébként egy klasszikus Stephen King novella, az, és ebből a film változat is készült, na annak a bohóc figurájával lehet ijesztgetni. Na jó, igen, de azért ez egy vérbohóc. Igen. egy vérbohóc, igen. Egyébként megnéztem, hogy van már ilyen, hogy bohóc fóbia. Tehát ez egy létező pszichológiai dolog, hogy valakinek bohóc fóbiája van. És gyerekeknél is előfordul, és felnőtteknél is előfordul, és azt írják pszichológusok, hogyha neked bohóc fóbiád van, akkor ez valami gyerekkori traumatikus élmény, amit te valószínű bohóccal éltél át. És ez egy létező dolog. És rólad nevezték el legalább? Nem, de hogy megnyugodtam, hogy nekem ez gyógyítható. Hogy tehát rányítottál fatera véletlenül, és megláttad a bohót. De lehet, hogy az volt, hogy azt mondta, hogy kisfiam, elmegyek zuhanyozni, és én egy 10 éven keresztül csak azt mondom, hogy bohócból. Gyere már ki, kis bohóc. Hol vagy te, kis bohóc? Gyere már ki, az anyád, úristeni, de régen láttanak. Hát hol vagy te már? Itt a bohóc. Egy fordított. Itt kinn a bohóc, benne a bohóc. Persze. Ez lehet egyébként, hogy valami ilyen trauma van. Tehát gyermekkorban szokatlan és ijesztő, ugye, egyébként egy kutatás bebizonyítja, hogy gyerekek 80%-a fél a bohóctól is utálja őket. Ijesztő, fura, nem megszokott, nem tudott hova tenni, és kicsit se vicces. És ha ott valami nagyon traumatikus élmény ér, akkor ez később felnőtt korban egyébként bohócfóbia lehet, és ebből alakul ki az, hogy bármikor, ha látok egyet, verekedni akarok. És ezt fenn van a listámon, hogy egyszer én még egyszer nyilvánosan összeverekedek egy bohóccal. Nem, biztos, hogy el kéne menned már egy ilyen regressziós hipnózisra, hogy az a múltbéli nagyon kellemetlen élmény egy bohóccal, amikor valószínűleg az lehetett, hogy elmentetek, és akkor
nem tudom, nem tudott mind a kettőtök fölülni a bohócnak a térdére, és csak a Tamás ült föl, te nem. Csak a tesód ült fel, és aha, akkor te ezt végignézted, nagyon rosszul esett, nagyon fájt, és azóta gyűlölöd a bohócot. Ráadnézed, és kettőtök közül, tehát van egy legyen egy mondjuk kicsi... a kisebbik fejű. És akkor... még elbírom. Igen, legyen a kevésbé gnóm. az a fiú nagyon fura. Nagy a feje, össze-vissza beszél, igen. És egy vattacukor lóg az órából. És a bátya érezte magát, nagyon szerette, kapott tőle vattacukrot, kapott tőle lufit, te nem kaptál tőle semmit. És hancúrozott a bohóccal, felhőtlenül nevetett, a bohóc csikizte, pajkosan nevetgélt. Én meg ott álltam, egy pici fika lógott. Így az orromon, a tesóm kinőtt ruhájában, mert hogy mindig kinőtt ruhát kaptam, áldogáltam ott, néztem, hogy ő játszik a bohóccal, és ez a fajta frusztrál, ez, ez kék, felnőtt velem. És a kék kis pantallódnak a slic részére megjelent egy nedves folt. Ami egyre nagyobb lesz. Te, hogy be is pisülted? Így van. És az ő csilingelő nevetéseket hallod mindig. Lában. Ahogy ők jól érzik egymással. Az arcodat megpaskolta, és azt mondta, hogy majd legközelebb te jössz. De most fúj ki ez oda, te kis tapnyok. Soha nem volt legközelebb. Igen, de most itt van egy kis, itt van egy zsebkendő, te hülye kis pisi. Igen, és még segbe is rúgott. És tényleg soha nem volt legközelebb. Meséltem ugye, hogy egyszer egy ilyen regressziós hipnózisban kiderült, hogy egy pali miért fél a vörös nőktől. És bármikor összejött egy vörös nővel, impotens volt, nem tudta kielégíteni, és elment egy regressziós hipnózis, és kiderült, hogy ő 3 évesen ült a bilin. Ült a bilin, és jött egy vörös csau-csau. És... Na jó, meg, érdekes álló kapcsolás. Nem, ült a bilin, 3 éves volt, ült a bilin, regressziós hipnózisban derült ki. És jött a csau-csau, és annyira megijedt a kutyától, és annyira nagy volt, ő ugye lent volt, ült, a kutya olyan nagy volt, szőrös-vörös, hogy bepisilt, jó helyen történt, mert a bilin, de ez elraktározódott a tudatalattiában, és bármikor ő később összejött egy vörös nővel, soha nem tudott teljesíteni az ágyban, impotencia tüneteit mutatta, és nem tudta megfejteni, hogy miért. És a felesége is vörös volt. És a regressziós hipnózissal megcsinálták, és kiderült, hogy a kutyától ijedt meg 3 évesen. Tehát lehet, hogy én ültem a bilin 3 évesen? Egyébként is rányított egy bohóc? Vagy anyám meg akart lepni, felvett egy bohóc ruhát, én ültem a bilin, és ő meg meglepett, és megérkezett bohóc ruhában, ez lehet? Simán lehet. És hogy tök kellemetlenül érezted magad, mert hogy benn voltál, végezted a dolgodat a saját kis privát szférádban, nem számítottál rá, hogy megjelenik valaki, lehet, hogy olvastad éppen egy ízét, egy placid és múzót, vagy egy, hogy nem, egy korakot, vagy egy kockást, érted? És bejött, és abban a pillanatban irgalmatlanul megijedtél. Vagy ekkor látta meg apa bohóc. Ez is lehet egyébként. Vagy az is lehet egyébként, hogy rányítottam anyámékra, ahol apám bohóc jelmez, mert éppen valami nagyon fura dolgot csinált anyámmal, ez lehet? Hát igen. Ez is. És levette az órát hozzám. Nem tudom. Levette az órát hozzám, és gondolom, azt mondta, hogy mennyi nem büdös kölök. Vagy nem lehet, hogy rajta kapott egy olyan pillanatban, amikor éppen rádöbbentél arra, hogy férfi vagy? Amikor te is a kis csipisz. Mi csipisz? Egy váng volt már, igen, akkor is a pelenkában. Feladom a garbót, leveszem a garbót, feladom a garbót, leveszem a garbót. Itt a Vermax is, akkor a Vermax is. Igen. Itt a meglepetés! Ki van a szülinapos? És apám jött bohóc ruhában? Nem öltöztettem csipiszt! De láttuk ám, öltöztettem csipiszt! Igen, gyerek itt, az egész társaság, mindenki bohóc jelmezben van. Hát valószínű, hogy el kell mennem egy ilyen regressziós hipnózisra. És bevakuzott a szmenájával. Egy hét múlva ezt előhívatjuk az ofot érni. Igen, és ott álltam nagyon fancsaliképpen. Na jó, mindegy, hát hogy tényleg egyszer miért nem tud engem egy ilyen megijeszteni, hát én amikor van nálad egy vipera. Nem, egy sokkoló, egy vipera. Én a brit város lakóinak a kis életét ezzel a bohóccal olyan szívesen és könnyedén megoldanám, hogy itt miért tényleg nők mennek óvodába, miért nem bohócok ijeszgetnek minket. Na jó, egy nagyon fontos dologról beszélünk majd a hírek után. Vadonatúj játék itt a Klassz FM-en, a Morning Show-ban, egyelőre csak annyit mondunk, aminek a tétje majd egy autó lesz. Hát ez már nálunk itt a rádióban ugye nem azt mondom, hogy megszokott, mert ezt nem lehet megszokni, de minden évben van egy ilyen, amikor a mi hallgatóinak szeretnénk megköszönni, hogy minket hallgatnak, és lehet nyerni egy autót. És most ráadásul nagy autót. Egy olyan autót, ami után te a 10 ujjadat megnyalnád, aztán beköltöznétek az autóba. És az egész család ott lakna 3 hétig. És 3 szobát választanák le a belterébe. Saját fürdőszobád lenne abban az autóban. Szóval egy ilyen autót lehet nyerni, mondjuk a pontos részleteket és a játékszabályokat. A hírek után 1 perccel elmúlt pontosan 8:30. Ez itt a Morning Show. 3:49 lesz pontosan, 2 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. M1-es, M7-es közös bevezető már legalább 4 kilométeres a torlódás Budapest irányába.
Ott mi van, tudjuk? Nem láttam nagyon semmit igazából, hogy miért 4 kilométeres már az M1-M7-be vezető. 4-es főút, hát ha 5-ös lenne, akkor 5. De ez az M1-M7 közösbe vezető. Egyébként nem lett volna rossz, csak... Úgy értettem, hogy a 4-es főúton van, akkor 4-es. Nem, hát hogy az M1-M7-es bevezetője nem szokott azért 4 kilométeres torlódás lenni. Mindegy, ha valaki látja az okát, elküldi nekünk, azonnal mondom. Az állatkertnél újra festik a zebrákat. Köszönjük. Na, ez jó. Igen, Ikrénynél egy sávon járható defektes busz Győr felé, rendőrök irányítanak, úgyhogy a 85-ös főút kicsit lassabb, valamint a Lánymányosin Buda felé a külső sávban lerobbant kisbusz tartja fel a forgalmat, ezt pedig Orsi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Egyelőre még mindig nem. Még mindig nem látom, hogy mi van az M1-es, M7-es szakaszán. Na, viszont ígértük, hogy egy vadonatú játékról beszélünk, ami ugye most indul ebben a pillanatban a Klassz FM-en, és hát nem mondom, hogy már a hallgatók megszokhatták, mert ugye ezt megszokni nem lehet, de talán barátkoztak már a gondolattal, hogy eddig volt minden évben egy lehetőség, amikor ugye autót nyerhettek, vagy egy egész napon átívelő játék keretein belül, vagy itt a Morning Show-ban utazással egybekötött tavaszi roadshow után lehetett autót nyerni, de minden évben volt. Hát gyakorlatilag egy flottát kiosztottunk. Tényleg, rengeteg. Volt olyan év, amikor kettőt is. Sőt, volt olyan autó, amikor kettőt is, volt a ledobós játék, volt, amikor utaztattuk autót, azzal mentünk. És most itt van egy újabb lehetőség, amikor valaki, és reméljük, hogy nem is valaki, hanem egy komplett család nyerhet egy vadonatúj autót. Így van, nem is akármilyen kocsit, ez úgy hívják most modernül, hogy SUV. SUV. SUV-nak hívják, hoppá. Ezért kicsit terepjáró, kicsit egyterű. A lényeg az, hogy nagy hasmagasság, mindenütt elmegy, vidéken, a fővárosi kátyúkon is, és mindenki elfér benne. Én megnéztem ezt a kocsit, tudod, mi van benne? Már szerintem a Jani hálószobája. Az, már a János befészkelt, mint egy gólya család. Csak az én emeletes ágyamban nincsen egy 1.4-es turbomotor. Igen. Szóval, hogy mi van benne? Mit mondtál? Vastartop, stop rendszer. Bizonyám. Amikor a piros lámpánál megállsz, akkor megáll a motor okosba, ahogy fölengeded a izétféket, elindul, esküszöm. Van benne egy ilyen májizé rendszer, amivel a okos telcsi összegyógyul. Ott tudsz rajta telefonálni. A műszerfalon. Nagyon menő. De biztos nincsen benne síkban előre dönthető első utas ülés, ami plusz 230 cm-es host jelent. Szerintem, ha síelni mennék, én csak egy síkba előre dönthető utas üléssel mennék. Ez is benne van. Igen, egy nagyon szép autót adnánk tehát mindenkinek, és mondjuk akkor, hogy mit kell csinálni. Ugye ez egy Chevrolet Trax lenne, ez egy, hát tulajdonképpen egy SUV, vagy nem is egy terű, ez egy ilyen sportos, ilyen terepjáró. Egy kis szabadidőautó. Szabadidőautó, de kényelmes. Négy embernek, öt embernek, egy nagyon klassz kis családi autóról van szó. És a játék lényege tulajdonképpen több mindenről szól. Ugye mondjuk el, hogy mi történik majd a végén, és akkor onnantól kezdve jöjjünk visszafelé. Ugye arra gondoltunk, hogy voltunk már nagyon sok helyen. Voltunk már vízen, voltunk már víz alatt, voltunk már levegőben, voltunk már magasban, tehát rengeteg helyen, egyetlen egy helyen nem voltunk még, a föld alatt, ugye? Tulajdonképpen ez még ugye kimaradt. Mert ugye a repülőszárnyán, amikor az emelés volt a konténer, amikor repültünk, amikor utazó mobil stúdiónk volt a Harley Fesztiválra, tehát tényleg minden létező helyen voltunk már. És most így egy van. Olyan helyre megyünk, amit minél későbben kíván magának az ember, igen, hogy föld alatt legyen. Bizony. De hát ezt is ki kell és próbálni. Nem csak időlegesen, és nem csak én, mert hogy én egyébként ugye a Határúton a Népligetig minden nap vagyok a föld alatt, de hogy így hármasban, így még nem voltunk a föld alatt. Nem. A játék lényege annyi lesz, hogy fogjuk az egész konténerstúdiót, a üvegstúdiót, és elrejtjük a föld alá egy adott helyszínen. Egy adott helyszínen beásnak minket a föld alá. Közös kripta, yeah! Igen, ha már ránk szakad a föld, legalább együtt szenderüljünk jobb létre. Beásnak bennünket a föld alá, és a szerencsés hallgatóknak kell majd minket idézőjelesen ugye megtalálni, kiásni az autóval együtt. Ugye? Felhozni az autót, ásni időre, egy adott időintervallumon belül, kiásni az autót, és kiásni minket. És a hallgatók közül amennyiben sikerül majd ezt az autót kiásni, úgyhogy minket is kiszabadítanak közben, meg az egész üvegstúdiót is, de leginkább azért az autóra koncentrálnak, ha ezt egy idő határon belül sikerül megoldani, akkor az ott ásó hallgatók közül valaki elviszi ezt a gyönyörű szép autót. Nem mi lé. Pedig kijövünk a föld alól, aminek azért 10 órakor fogunk örülni. Igen. Ha nem maradunk be sokáig. Főleg, ha megtelnek a kacsák. Már mondjuk 8 óra magasságán. Igen.
nem létező konkurenciának a hallgatói lennének, ott még 10-kor a dekket ellövik, ígyuk meg ezt a kávét, ezt maradjanak lent. Igen, maradjanak lent. Úgyhogy ásnotok kell majd, ki kell ásni a Morning Show stábját, üvegstúdióstól, autóstól, mindenestül. És akkor itt jön a lényeg, ugye, hogy kik tudnak ásni, mert hogy ez már csak egy adott mennyiségű emberre vagy hallgatóra vonatkozik, egy bizonyos fő kapja majd meg azt a lehetőséget, vagy egy bizonyos mennyiségű ember kapja meg a lehetőséget, hogy kiásson minket autóstól együtt. Ugye, és akkor innentől kezdve már ismerős lesz a forgatókönyv, mert csináltunk már ilyet, ugye a lényeg az, hogy egy adott időn belül, vagyis mától egészen szeptember 25-éig el kell látogatni valamelyik Chevrolet márkakereskedésbe és regisztrálni. Ugye? Ez ennyire egyszerű tulajdonképpen. Regisztrálni, most nem kell autót ott hagyni, nem kell becserélni, nem kell régi forgalmit leadni, semmit. Egyszerűen el kell látogatni valamelyik Chevrolet márkakereskedésbe és ott regisztrálni. Ezzel jelzitek, hogy részt szeretnétek venni a játékban. Ezzel jelzitek, hogy részt szeretnétek venni a játékban, ezzel mintegy mi már látjuk, hogy kik a játék résztvevői, és a játék résztvevői közül mi kisorsoljuk azon szerencséseket, akik majd áshatnak és megtalálhatnak minket. Tehát miről van szó? Valaki bemegy, regisztrál, egyszer csak majd, valamikor megszólal a mobiltelefonja, ott leszünk mi, azt mondjuk, te vagy az egyik szerencsés. Másnap megint megszólal valakinek a mobiltelefonja, lehet, hogy adás után fogjuk majd hívni, azt mondjuk, te vagy a szerencsés, gyere, és ássál, keres meg minket. Lehet jönni kubikolni. Lehet jönni kubikolni. Az ásásnak majd még egyébként lesznek érdekességei, és egy adott időpontban segítséget lehet igénybe venni, ha látjuk, hogy az ások rosszul haladnak, és esélytelen, hogy kiszabadítsák az autót vagy minket, és nem akarjuk, hogy elbukják az autót, akkor tudunk egy kicsit segíteni, majd azt is elmondjuk, hogy hogy. Lehet robbantani. De jó lenne, úgy de szeretném. Igen, lehet lenne. Robbantani, ellenásni, éjszakásni, nappalásni. A lényeg, hogy nagyon-nagyon-nagyon gyorsan kell ásni, mert ha nem sikerül, annak a 8-10 embernek, 12 embernek, majd mondjuk, hogy hány főről van szó kiásni, akkor bukják az autót. És lehet menni már mától Chevrolet márkakereskedésekbe, az ország összes márkakereskedésébe, 10 óra után már a classfm.hu-n is fönt lesznek egyébként a helyszínek, hogy hova tudtok menni, meg classfm.hu, megnézitek, hol van a hozzátok legközelebb eső, bementek, classfm játék, regisztráltok, és utána várjátok, hogy szóljon a telefon. Ugye? Mm-hmm. Jól mondom. Ennyi. Jól mondom, hogy egy ember csak egyszer regisztrálhat, ugye? Hát, ha te mondod, akkor szerintem... Én azért meglepődnék rajta. Regisztrálsz. Egyszer, biztos. Ez egy nagyon szép kérdés, János. Erre mondaná Vágos, hogy de szép de kérdés. De szép kérdés. Ki az a kis hülyeket tudsz kérdezni, hallod? Miért nem maradt egyszer? Jogos, ez egyébként a Csabi szokta 10 órát megkérdezni. Megkérdezzük majd. Szerintem az nyilván megtörténhet, hogy valaki bemegy, de közben a másik város valakik az anyukája, és ő is bemegy, mert a család szeretne részt venni. Hát, és anyuka külön regisztrálhat. Anyuka külön persze regisztrálhat. Tehát nincs az a játék szabályban, hogy egy családon belül nem is tudjuk nagyon ellenőrizni, egy ember regisztrálhat, te itt bemész Budapesten, ha anyukád Debrecen, bemegy ott a márkakereskedésbe. Regisztrál. Jó? És... mondani fogjuk, hogy kik a nyertesek, azt mindenki tudni fogja, leginkább a nyerteseket érinti. Jövő héten, pénteken, ez is ugye nagyon fontos, szeptember 27-én pénteken van majd maga az ásás, amikor is ugye a Klassz FM a föld alól is előkerít, remélhetőleg a hallgatók segítségével minket, drága a rádió minket se hagyott, és a Klassz FM és a Morning Show a föld alól előteremti magát az autót. Van még egy csomó más ajándékunk is egyébként. Nagyon jó kis aik vannak. Így van. Tehát, hogy a többi ásó, lapát, csákány. Maga az ásás az nagyon érdekes lesz, mert ott közben majd különböző kincses ládákat találnak. A kincses ládákban lesznek sluszkulcsok, lehet, hogy valakinek három ládája lesz, nála lesz az, ami nyitja az autót, de kettőt el kell cserélni, mert mindenkinél egy kulcs maradhat csak, melyiket adod oda, melyiket tartod meg, hány ládát találsz meg, te találod-e meg azt a ládát, amelyik nyitja az autót, vagy azt a kulcsot. Tehát ott akik ásnak, azok nagyon jól fogják érezni magukat, ez biztos nagy mulatság lesz, de csak egy ember fog örülni igazán. Lesz ott minden, főnyomócső, taposor. Igen, gázvezeték. Megnéztük a helyszínt. Én egyébként körbe mennék azért előtt. Megnézik, hosszú ideje statikai statikai egyeztetések zajlanak. Gyula minden nap jön, szervez, számol, nagyon-nagyon sokat dolgoznak ezen. Oda-vissza felásta már az egészet, ne legyen benne semmi. Tehát sokat dolgoznak azon, hogy lemenjünk, de föl is jöjjünk. És lehetőleg úgy, hogy az a sok köbméter, amivel majd betemetnek minket, van valaki, aki klausztrofóbiás? Egyébként tényleg, vagy bárkinek bármiféle félelem a föld alatt. Mert onnan aztán ott, ha ötkor bemegyünk, onnan nem jövünk ki tízik, hanem másnak két, tehát nem lesz azt, hogy akkor pisisz és kijössz. Uh-huh. Tehát ott... Kacsa?
kacsa, hát vagy hát, bekatéterezzük magunkat egyébként, nem? Jó nagy széles, kényelmes pelenkákkal ellátjuk magunkat. Figyelj, Beri pelenkáját már sokszor teszteltem, az egy éjszakát simán kibírt. Mikor nagyon fáradt voltam, nem volt kedvem kimenni, én is bepelenkáztam magam. Szóval a lényeg, hogy a mai naptól kezdve lehet menni a márka kereskedésekbe. Jó? Én azt gondolom, hogy a mai világban ilyen könnyedén, ilyen zökkenőmentesen autót nyerni baromira nem lehet. Ez 10 perc az ember életéből, vagy fél óra, ha odautazik. Jó, ha valaki nem tudja, hogy hol vannak márkakereskedések, akkor természetesen az 10 óra után már meg tudja nézni a Class FM honlapján, vagy a Chevrolet honlapján, ott is minden márkakereskedés fönt van. És még egy segítség, hogy holnaptól mindig mondunk egy helyszínt, méghozzá egy olyan helyszínt, ami plusz egy segítség azoknak, akik éppen ott laknak. Tehát valamelyik város, valamelyik bevásárló központjában lesznek plusz helyszínek, minden nap mondjuk, hogy ma éppen hol, Szeged, Békés Csaba, Debrecen, Szombathely, Székesfehérvár, majd mondjuk a városokat, minden nap egyet, ahol van egy plusz helyszín, ahol szintén lehet jelentkezni a játékra. Tehát akkor el se kell menned mondjuk holnap, ha Szegeden van, akkor nem kell elmenned a... Igen, ha mondjuk holnap épp Szegeden van, akkor nem kell elmenned a kereskedésben, nem tudsz, hanem majd egy nagy bevásárló központ közepén szintén lehet regisztrálni. Jó? Csabi jön, úgyis megkérdez majd 10 órakor egy csomó mindent, amit nem mondtunk el, de szerintem ez így abszolút tiszta. És jövő héten pénteken egy Morning Show hallgató, egy Class FM hallgató megint autó tulajdonos lesz. Hát azért azt, hogy hát betolod a falát, nem? Jó. Ja, azért Mónika benevez. Nem tűnik fel senkinek. Vadász Mónika, nem. Használja a lánykori nevét, vagy a virág nevét, hogy ne legyen feltűnő. Jó? Hát kiegyeznék ezzel a kis autóval, ez egy jó kis crossover jármű. Mindenféle tekintetben nagyon rendben ez van. Úgy megy föl a várig, meg vissza. Jó, négy kerekes. Így. Kérdezi valaki, markolóval jöhetek? Lehet jönni. Ezzel segítenétek a 4-es metró építését? Hát egyébként simán lehet, hogy ott valahol az Alagút környékén leszünk. Egyelőre csak annyit mondunk, hogy szeptember 27 péntek, majd mondjuk a pontos helyszínt is. Janinak vigyetek le a föld alá pénzautomatát. 9.45-kor bajban lesz. Ne szorakozz, én kiásom magam akkor is 9-kor. Én kiáslak benneteket, csak addig ne egyetek, írja egy hallgató. Üvegkoporsó a 3 hófehérkének. Várjátok meg a herceget. Jó, szerintem akkor ez tiszta, úgyhogy hajrá, mindenki próbáljon meg autótulajdonos lenni, bemenni, nagymamát bevinni, betolni, gyereket bevinni, beadni, otthagyni, regisztrálni, ez a lényeg, jó? Nagymama helyett tudok ásni. Tessék? Tehát én nekem van egy nagymamám, mind a ketten regisztráltunk, a nagyit kihúztál. Ma a nagy jön ásni. Senki nem veszi át, nagy regisztrált, nagy ás. Fontos, hogy olyan telefonszámot adjatok meg, amin elérhetőek vagytok. Fontos, hogy utána mindenki figyelje a telefonját, mert ha valakit hívunk, hogy ő a kiválasztott, nem érjük el, nem veszi fel, akkor mást kell majd hívni. Úgyhogy ezek fontos részletek, pontosan kell kitölteni a regisztrációs kártyát. És ha valaki kicsit konkrétabban, kicsit bővebben kíváncsi, a Trexre, az a Chevrolet-nak a honlapján gusztálhatja. Gusztáljátok, barátkozzatok vele, mi pedig hármasugrást játszunk már is valakivel. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Valaki kérdezi, Bali, a házad alapját kell kiesni, az ugye, nem. Igen, meg nem tudtam eladni az autómat, azt most beadtuk a nyereménybe, persze. Igen. Halló, jó reggel! Szerbusz, Balázs, Isti Bohóc vagyok. Jó Isten. Itt a Feri is, meg a Jani is. Halló. Szerbusztok, sziasztok, szívuk. Tényleg Bohóc vagy? Igen, az Annával már megbeszéltük, én másodállásba Bohócként is funkcionálok. Aha. Jó, én biztos, hogy nem kérdezek tőled. Nem. Odaadom a Janinek a kérdéseket, én egy Bohóccal nem barátkozom. Nem teszem fel a kérdéseket. Mondjad. Egyetlen mondatot megengedsz nekem, mert én nagyon kedvelem a műsorotokat, már meg kiment, benneteket mindegy, is. Igen, már itt de ha csak a bohócosan mondod, akkor. Ne, szándékosan a te kedvedért, nem Isti Bohóc hangon beszélek veled, viszont egy valamire nagyon szeretnélek megkérni. Na. Én nagyon sok olyan anyukát ismerek, aki fél a póktól, meglát egy pókot, sikítva menekül, és a kislánya, ha elrepül mellette egy légy, akkor is sikítva menekül, mert pók. Tehát szegény Beni kisfiadat, ments meg attól, hogy bohóc fóbiás legyen. De várj, én nem félek, tehát a Beni se azt látja, mindig azt látja, hogy apa verekedni akar, izzad a keze, és görcsösen rángatózik, nyáladzik, és az anyja fogja, mert oda akar menni a bohóchoz. Tehát a Beni már most 4 évesen egyébként meglát egy bohócot, és nagyon-nagyon meg akarja verni. Tehát ez abszolút, abszolút látod, amit mondok, hogy azonnal átragad a gyerekre az, ahogy te érzel a bohócok felé. De hogy én buzdítom is erre. Tehát, hogy mondom de, is, hogy menj oda, csíp meg, húzd le az orrát, abszolút. Igen. Akkor még annyit hagyd mondjak, hogy
én nagyon sok olyan gyerekkel találkozok, aki fél a bohóctól. Hát de csodálkozom olyan gyerekek ellen. Is. Sajnos nem csodálkozok, be kell vallanom, hogy sajnos nem csodálkozom, mert egy sztereotípia él a bohócokkal szembe, mindenki a cirkuszi porondon dudával és egymás fenékbe rúgó alattomos poénokkal dolgozó bohócokra asszociál, hogyha a bohócóra gondol. Tökéletes, kivéve a doki bohócokat, meg akik ugye bemennek beteg gyerekekhez, mert ők cukik, de egyébként ez a fogjunk kezet, hopp, elrántom a kezem és megsimogatom a hajam, meg lefröcsköllek a virágból, ami itt van a mellézőben. Hát igen, de erre hagy mondjam azt, hogy tehát ez valóban igen, ez az alja, meg a leggyengébb dolog, ami történhet. Én nem bohóc műsorokat tartok, én egy-két órára nagyon aranyos gyerekekhez elmegyek a szülinapra, úgy, mint bohóc, és játszom velük. És mindenféle játékot kitalálunk, és fogócskázunk. Én egy ilyen egyórás, kétórás szülinap alatt egy 2 kilót simán lefogyok izzadságba. Azt hittem azt mondta, hogy simán leszámlázok 50 plusz áll. Nem, erről szó sincs. 2 kilót leszámlázok. Abszolút nem. Nincs ezzel baj, de úgyse fogsz tudni meggyőzni. Hát ez egy gyermekkori fóbia, viszont János. Viszont szívesen vállalnék veled egy face-to-face találkozást, hát ha visszafog a kedves feleséget, csak azért, hogy hát ha oldana a te problémádon ez egyet. De mi bohóc ruhában, arra gondolsz? Nem, egyébként kár egy magyar baj. De igen, tehát abszolút, persze bohóc ruhában, és azért gondoltam én ezt. Ne akarj el rosszat, nem lenne az jó. Annak csúnya vége lenne, valamelyikünk részéről legalábbis. Körülbelül egy súlycsoport vagyunk, és soha életemben nem verekedtem, úgyhogy ilyen probléma nem áll. Én sem vagyok az a nagy verekedős, de egyszer nagyon szívesen. Jó, menjünk a kérdésekkel, jó? Oké, rendben. Bolztól biztos nem kérdezek, János. Dedikált nyakbaakasztóért. Milyen nemzetiségű a Rettenthetetlen című Oscar-díjas film főhőse? Figyelj, nem könnyű. Mel Gibson, Scott. Így van! Király. Jó vagy. Így van. William Wallace. Csináld ki, ne vigyen ez semmit! Nehezebbet második. Lehezíts! Jó, azt mondja, hogy kérlek sorolt fel a Mohácsi csatában résztvevő magyar katonákat név szerint, és a születéseket is időpont alapján emelkedő sorrendbe tél. Na, yes. ABC sorrendbe kérlek. Oké, figyelj. Dedikált egér alá tételt. Mi volt a világhírű holland festő Van Gogh keresztneve? Na most meg. Vincent. Rohadt tényleg, de egy okos bohóc. Menj rá. Csináld ki. Na. És dedikált én bugréjét. A bumra hajtok, mert egy üres ház közepén állok, amit épp a kedves friss feleségemmel készülünk belakni, és akkor át fogok bumozni egy üres szobába, hogy biztos, hogy beindul a szoftveretek, de azért megvárom a harmadik kérdést. Van esély, hogy beinduljon. Hát, erre ne fogadj. Azt mondja, hogy egy dedikált bögréért. Melyik az utolsó úszás nem a vegyes úszó számokban? Megvagy, te szemét. Pillangó? Gyors. Aj, de kár. Mindig a gyors. Hát a bohóc, ezt nem tudtam. Jövök bumozni, várjatok. Egy nagy bum. Mehet? Igen. Mennek az ajándékcsomagok, tiki-taki. Bum! Na, ez volt a nagy bum. Hú. Azt írja ki, hogy nothing. Nothing. Neked már ír is a szoftver? Hát milyen szoftvered van neked? Igen, mert a villogó része az elrobban. Szóljatok a Gyulának, frissíts erre az enyémre. Az enyém csak villog, hogy no. Nem adott sajnos. Pedig jó lett volna. Nagy köszönöm volt. Szépen a lehetőséget is, hogy beszélhettem veletek. Balázs, pedig veled várom a kapcsolatfelvételt. Isti bohóc, ahogy vége az adásnak hívnak. Jó? Várjad a hívást. Csáó. A rendben van. Ez volt a Hármasugrás a Morning Show-val. Készülj a következő megmérettetésre. Elbustok, gyerekek. Na jól van. 9 óra múlt pontosan 2 perccel jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 9 óra múlt 16 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk már újra hárman, és most már hárman is maradunk. Ugye? Vagy úgy tűnik. Nem cseréltek le. Azon is túl. A Valhallába is együtt megyünk majd.
Tököli úton koccanásos baleset történt az uglói vasúti felüljárónál, ezt már üzeni nekünk, valamint KPM ellenőrzés a 36-os úton Nyíregyháza előtt, ráadásul mindkét oldalon, Hali, Lali. Tököli mexikói sarkon robogós gázolás, igen, sajnos, ez ugyanaz, amit az előbb mondtam, és az M5-ösön a 43-as kilométernél Budapest felé jövőket erősen mérik, ezt Dávid üzeni. Aztán kérlek, olvassátok be, Diósdon vasárnap egy jótékonysági nap lesz, egy 5 éves, nagyon beteg kislány megsegítésére, aki tud, jöjjön el. Hát ezt most beolvastuk, hogyha tudunk, akkor segítünk. És az M742-es kilométerénél Horvátország felé mérnek, valamint az M1, M7, a Petőfi híd felé két autó összecsúszott, várják a kocsiban ülve a rendőrt, ez az oka annak, hogy hatalmas dugó van az M1-es és az M7-es bevezetőjén, a Petőfi híd irányába két autó összecsúszott. Na, tudom, a chemtrail nem felejtettem el, tudom, hogy alig várjátok, tudom, hogy nem tudtatok aludni, tudom, hogy... Amíg nem voltál itt, hogy úristen, úgy ment el a bazsű, nem a chemtrail. Tudom, hogy fürkésztétek az eget, és fölnéztetek, és amikor megláttatok egy hosszabb kondenscsikot, már arra gondoltatok, hogy te jó Isten, mi lesz, ha alumíniummal permeteznek bennünket, hogy miért csinálják, kik csinálják, hogy van. Nincs elfelejtve a dolog, lesz róla szó a héten. Jó, ígértem, felkészülök, és mesélek róla. De jó, hogy ti ott a sötét oldalon kicsit tájékozottabbak legyetek, ti kettőt, ti szkeptikusok. Azt hittem, hogy az a gyönyörű török riviera, az a csillogó azurkék tenger, majd kimossa ezeket a gondolatokat az agyadból, de nem ott maradtak. Nem ott maradtak, és kérdezik is, hál' Isten, a hallgatók, mert ők nyitottak erre, nem úgy, mint ti. Ja. Hogy mi is ez, és mivel permeteznek. Majd meg tudjátok, jó? Hogy mi ez a kemping. Vagy mi ez? A chemtrail. Na, szóval, a játék tehát mindenkinek egyértelmű, föld alá megyünk, betemetnek minket, és szerencsések kiássák majd a stúdiót, kiássák a Morning Show-t idézőjelesen, és mi pedig a föld alól is, meg a Klassz FM is a föld alól is előkerít egy autót, ugye ez a cél, jövő héten pénteken valaki az országból autó tulajdonos lesz, tessék továbbadni, mondani, regisztrálni, lázasan bemenni a családnak, 10 percet, 20 percet, fél órát rászánni, hogy legyen egy szép új autó. Manapság egyre nehezebb egy ilyenhez hozzájutni. Arra mindenképpen oda kell majd figyelnünk egyébként, hogy nehogy véletlenül valamilyen szinten is szóba hozzuk az alfákat, mert hogyha ez történik, akkor Feri mindig nagyot sóhajt. Ha nagyot sóhajt, rohamosan fogyni kezd a levegő körül. Igen. Hát itt majd a hét második felében, meg a jövő hét elején foglalkozunk azért ezzel, mennyi föld kerül ránk, mennyi idő azt kiásni, hogy van azt kiszámolva, hogyha mondjuk 10-12 ember, 20 ember majd mondjuk mennyi elkezd ásni, akkor mennyi idő alatt tudunk feljönni a felszíre, mi van, ha valakinek ki kell jönni, hát igen. Hogy csináljuk meg, hogy kapunk levegőt. Ugye az biztos, hogy mi majd monitoron keresztül látjuk, hogy mi történik kint, és rá tudunk szólni, hogy Béla, Jóci, Józsi, ássál gyorsabban, tehát lesz videókapcsolat, kint hallani fognak, mi is látni fogjuk a föld alatt, hogy mi történik a föld fölött. Tudunk segítséget adni. De hát azért ott tényleg, hát 3-4-10-kor rájön egy készpénzfelvétel, hát mi lesz akkor veled? Mit csinálunk? Mondjuk az oxigénelben nem lesz, mondom, leviszek magammal egy fikuszt, összecsomagolom egy nylon szatyorral, igen, a fikuszt meg a fejemet, az pont annyi oxigén termel, ami nekem, de mi lesz veletek? Hát ez az, a Feri tényleg két nagyobbat sóhajt, azért arra vigyázz meg, hogy magasabban vagyok, én hamarabb kijutok. Mondjuk ez is igaz. Az is igaz, hogy mi vergődünk, és mi be vagyunk ásva, a te fejed már kim van. Régen. Ez is igaz. Hát akkor majd egy ráig nyúlsz, és így kirántasz az óriás a János Vitézbe. Na, viszont van valami egészen más, amiről akarok egy kicsit mesélni nektek. Tovább tágítani meglehetősen zárt tudatotokat, és hát ahogy szoktam volt mondani, kispolgári létezéseteket egyfajta újabb szintre emelve. Ezt ugye köszönjük is. Hálások is vagyunk. Dolgozom azon, hogy halljatok érdekes dolgokat. És szerintem ez már önmagában érdekes, hogy a Voyager egy űrszonda elhagyta a naprendszert. Hát ezen én be tudok pisilni a gyönyörűségtől. Egyébként ti gondolom, hogy titeket is a hideg ráz. Nagyon. Ugye? Tehát már, hogy ezt így ki... Hogy hagyta el? Rohadt életben, hát nem elment. De az jó, önmagában ez jó. És úgy, talált valamit? Vagy talált mi? Valamit, érdekes hangokat a világ űrből. Egyelőre az okos amerikai, meg orosz, meg angol, meg francia tudósok vakarják a fejüket, de nem nagyon tudják, hogy mi ez a hang. Ugye, csak hát lehet, hogy a vakarásnak a hangja, nem? Az iskolában, miért nem te műszor, de jó vagy, kutyafáját. Mi ez a hang? Hú, de fura. Ugye a lényeg az, hogy ezt 77-ben lőtték föl, az volt a feladat, hogy a Szaturnusz meg a Jupiter, a holdjai, gyűrűjeit, mit tudom, valamit figyeljen.
Na most ő ott kapott egy kis gellert ez az űrszonda a gravitációtól, és brutál gyorsan kilőtt, és most már... Megpattant a mírem. Kicsit megpattant egyébként. 19 milliárd kilométerre jutott a Földtől. Az és még mindig él, még mindig sugároz, 30 akárhány éve kint van a világűrben, elérte a naprendszer határát, és kilépett a csillagközi térbe. Ha ott, már ott lennék a 100 leggazdagabb között a négy szabilisztáján. Hát azzal már ott. Soha senki semmilyen eszközzel soha nem járt ott, nem is nagyon tudták a tudósok, hogy mi van a naprendszeren kívül. De soha senki, soha se. Figyelj, hallod, se egy majom, se egy lajkakutya, senki nem járt a csillagközi térben. 19 milliárd kilométerre van. Ez a napföld távolság körülbelül 130-szorosa. Tehát felfoghatatlan messzire jutott, és ő 89-ben befejezte a küldetését, azóta pedig csak szágult, gyorsabban. Egyben van, sugároz. És valamilyen hangot hallanak a tudósok, amit nem tudnak megmagyarázni, hogy ki adja, miért adja, mit jelent, honnan jön, mit akar mondani, de van a csillagközi térben egy bizonyos hang. Szerintem egyébként nagyon érdekes. Nem tudják, hogy mi az. De ahogy kilépett a naprendszerből, vagy voltak már a kilépése utaló nyomok, hogy már a sűrűség megváltozott, meg a gázok, meg a mit tudom én, elég bonyolult, de már állítólag tavaly 2012. augusztusában elérte, de nem tudták biztosan. Most viszont kilépett, és visszanézték, hogy mikortól veszi ezt a hangot, és 2012. augusztusától rögzítette ezt a hangot, mindjárt megmutatom egyébként, gyönyörű. Nem tudják, hogy mi az. Na most ez nem egy egyszerű hang, ez emberi tartományban nem hallható, ezt valahogy átkonvertálják, és akkor ja. Az emberi fül tartományába hallhatóvá teszik. Tehát ez nem egy olyan hang, mint nem tudom, már szól a rádió, valami, de nem szól semmi, és azt mondja, hogy figyelj. Na és nem véletlen, hogy nem halljátok, mert az emberi fül számára ez a hang nem hallható. Hát nem zseniális felfedezés? És hát nem tudják, hogy mi ez. Minden esetre izgalmasnak tűnik. Meghallgatjátok? De nagyon izgatott vagyok. Hát, mert honnan? Hát nincs ott, ami ilyen hangot adjon. Honnan jön? Mi ez? Ki adja? Milyen hangok ezek? Nem tudják. Izgalmas hasonlít valamire, egy ismeretű dalamra, mondjuk arra, hogy Óha Rózsa Bimból lehetnék. Hát inkább a tavasz izél vezet el. Hát attól izgalmas, hogy kint van a csillagközi térben, ugye a legtöbben azt mondják, hogy senki nincs, egyedül vagyunk, nem tudják, hogy mi az, ott már nincsen napszél, ott már nincsen semmi, ami elvileg ilyen hangot adhat. De ott van mégis, egy hang. És mégis jön valamilyen fura hang a világűrből. Kasszatúri koncert. Tehát valamilyen hangot ad. Érted? Uh-huh. Azért ez szerintem ez baromi érdekes. Dolgoznak most nyilván, tudom én, a kódfejtők persze, hogy valami kódolt hanganyag legyen, vagy bármi, de nem tudják. Na, megmutatom. Jó? Ez már az. Hát nem szenzációs? Ez a pultnak az alapzaja. Hát nem őrület ez a felfedezés? Hát most mondd meg. Hát mondtam, hogy bepisíltek. Nem, itt a hang. Figyelj. A világűrből. Jó van. Honnan? Figyelj. Most. Most már hallani kellene. Mindjárt. Megőrülsz olyan jó. Na? Hát beszart. Én na? Kétszer beszart. Na? Hallod? Ez... Meg tud mutatni egyszer, még egyszer? Ez olyan, mint amikor... Figyelj. Most. Mikor? Ja. Ez és olyan, ez mint amikor jön. Bulgáriában voltunk 84-ben, ilyen munkatábor, vagy hogy hívják, azt nyári egy hónapos meló, üvegmosóban. És ha rajta hagytad a kupakot a befőttes üvegen, mielőtt belemenne az uborka, na akkor a mosóba, ha bement, és a kupak beragadt, az volt ilyen hang. Nem. Hát és megfejtettem. Ennyi. És nálam... Feri, egyébként azt nem szeretett mellett, hogy annyira földhöz ragadt a gondolkodásmódot, hogy még az ilyen magasztos pillanatokban is a lehető legnagyobb viccet próbálsz csinálni egy ilyen primitív hasonlattal. De nem, ez a Ferencvárosi rendező pályaudvar. Ez a baj, hogy meglehetős, hogy szűk, korlátolt, behatárolt tudatotok. Hallottam a bakter sípját. Nem tudja ezt értelmezni, hogy ez micsoda jelentőség teljes felfedezés. Ez most nekünk hatalmas előrelépés? Szerintem egyébként gondolj bele, nem izgalmas, hogy van valami ott, ami hangot ad, és egyelőre nem tudják, hogy mi. Nincs rá normális emberi magyarázat. Tehát erre lehet azt mondani, hogy kis lépés az emberiségnek, de olyan kicsi, hogy nem is számít. Mutasd meg még egyszer. Na, várjál, most figyeljetek. Csak nehogy rábeszéljünk véletlenül az elejére. Nem maradjon, egyetlen fontos, hogy figyelj. Itt a krampácsolnak. Ez egy kicsi. Figyelj. Igen. Szólok, ha jön.
A bakterfütyű. Ennyi. Igen, elején karampácsolás van. Így van, tolatnak. A hidegráz. Végigment a vonatokon, megnézegette, hát ha valami hajszárepedés elkerült a figyelmét, aztán pedig jelez, hogy akkor összekapcsolhatjátok a kettőt, azt mehet vissza a Márti szakra. Megint dumál. Aha. Ja, megint elindítottad? Nem, mert magától indult. Az a durva, hogy lepauzéztem, és még így is jön a hang. Hányan akar? Lehet, hogy kommunikálni akar velünk a hang, nem? Na most itt van, itt jönnek ezek a kérdések is. Mi van, ha igen? Hmm, ki adja ki? Miért adja ki? Ó, te hang! Mondd hang! Békével jöttél! Kitüldött, mondd el nekünk, ja, ó, Istenem, hang! Nektek ilyet! Istenem, hát úristen, mennyire korlátoltak vagy. Tehát egy 30 éve gazdátlanul lebegő műszaki eszközből jövő hangot most megint arra akarsz felhasználni, hogy ez az idegen civilizációnak a jelzés. Nem ezt akarom mondani, majd jönnek a NASA tudósok, higgyétek el, meg azok, akik nem hisznek semmiben, és elmondják majd, hogy nem... Elmondják majd, hogy ez a különböző gázok által keletkezett ilyen gázvibráció. Figyelj meg, hogy megpróbálják majd megmagyarázni. Igen. Ugyan nem hallható emberi tartomány, nem tudjuk, de majd ez a gáz, és akkor a sűrű gázplazma, és akkor ott vibrál, és azt hallod. Én ezt esetleg... Mi van, ha nem? Hát mi van, ha nem? Azért vagyok egyébként ebben a dologban, hogy is mondjam, csak elfogadó, meg azért vagyok kért, hogy is mondjam, azért vagyok tele bizalommal a NASA tudósok iránt, mert hogy ők, figyeltek, sokat tanultak. És szerintem, hogy egy ember sokat tanul, akkor nagy tudásra tesz szert. És ha nagy tudású emberek például logikus magyarázatot adnak arra, hogy mi lehet ez a hang, én azt készséggel el tudom fogadni, mert én keveset tanultam. Megnézem majd azért azokat a NASA tudósokat, akik azt mondják, hogy nincsen semmi, egyedül vagyunk, aztán egy kettő landol majd valahol az Antarktiszon, így kicsit ilyen New York méretű, akkor már azért ők bepisilnek. Ne, hát, majd a kanadai védelmi miniszter. Megmondom a Franco. Hát, de most mondd. Ezek ők itt voltak velünk. Mindig is itt veszünk. Na de most tessék, a kanadai védelmi miniszter nem mondott jót? Nem mondott, csak elmondta, hogy itt vannak, tessék felvállalni. Tessék felvállalni, érted? Na mindegy, nem azt mondom, hogy ezek most... Prosszit! Ja nem, jó reggelt mindenkire! Nem azt mondom, hogy UFO-któl jönnek, nem azt mondom, hogy földön kívüliek. Adják, csak a dolog érdekes, de van, aki segít nekünk mindjárt. Itt van Frey Sándor, az Ülvirág főszerkesztője. Hello, jó reggelt! Jó reggelt mindenkinek! Hello! Szólj jót! Ne törődj velük, ne is semmi, tehát abszolút. Hopp, hallottad megint a hangot? Persze, bejött a madarba is, igen. Szkeptikusok, a tudatuk meglehetősen behatárolt, semmit nem kell velük foglalkozni. Na, te hallottad ezt a hangot, vagy most hallottad először, vagy meghallgattátok ti is? Nem, én egy-két napja meghallgattam, amikor feltették az internetet. Azok figyelj, te most kivel vagy? Kicsit legyél már lelkesebb, mert most jelen pillanatban úgy érzem a János, hogy nem, meghallgattam semmi extra, aztán elmentem, ittam egy teát. Ez már a gyógyszerek, a nyugtatók hatása. Pedig ez így van tényleg. Nem, hát most kicsit legalább... Hallottad a hangot? Te legyél lelkesebb. Na, mi ez szerintetek, vagy mit mondanak a NASA-nál, vagy mi ez a hang? Hát szerintem nagyjából elhangzott az előbb a jó válasz. Ez egy plazma rezgés, amit szépen számítógépre bevittek, és átkonvertáltak egy olyan frekvenciára, amit mi is meghallunk. Aha, és ennyi. Persze, plazma rezgés. Mi? Hát te sem vagy a barátom többet. Veled sem beszélek többet. Nagyon jó, akkor le is tehetem. Ez ilyen unalmas, ez siki, 30 év után egyszer csak kilépett, és akkor hát ott van kint 19 milliárd kilométer, hát egy plazma rezgés, ennyi. Nem mond már, hát azért ez kicsit izgibb, nem? Nem tudom, attól függ, hogy mikor mondjuk, hogy kilépett. Én például azt is hallottam, hogy csak 30 ezer év múlva lép ki a naprendszerbe. Aztán a Voyager 1. Akkor viszont az kellemetlen, mert addigra már nem fogjuk tudni beadni a rádióba. Ez egy éles meglátás. Igen. Ezt gondolom, hogy igen. Valóban nem. Mi most akkor lehet, hogy ki sem lépett? Hát azt mondják, hogy kilépett. Nem? Hát bizonyos szempontból persze, ami a nap által fújt ilyen plazma buborékot jelenti, abból kilépett. De a napnak a gravitációs hatása sokkal messzebb terjedt, tehát még ennél 10 000-szer akkora távolságban is vannak olyan kis égitestek, amik a nap körül keringenek, tehát majd, hogyha azokat is elhagyja, akkor mondhatjuk megint, hogy megint kilépett. Na látod, Balázs, mit csodálkozol? Neki ez a tripje, ez a sztori, érted? Ez az élete, ez a hobbija, ez a munkája, érted? És egyre lelkesedik. Akkor mi, Ferivel, a két amőba? A két egysejtű, hogy lelkesedjen? Hova lelkesedjen? Hát, kicsit egyedül maradtál. Na, de azt hittem, hogy felhívjuk majd, és akkor rá, hogy igen, gyerekek, hát ez egy nagyon nagy dolog, és kilépett, óriási. Ez igen. Fantasztikus. Hát, de óriási dolog olyan értelemben, hogy még semmi sem jutott ilyen messze a földtől, amit az ember készített. Tehát ez ilyen szempontból óriási, de ez egyébként tavaly augusztusban történt, csak mostanra lettek benne biztosak, mert azért elég bonyolult ezt kitalálni, meg feldolgozni az adatokat, úgyhogy
ilyen szempontból sem tegnap előtt történt ez az egész, hanem már jó egy éve. Hát de jó megtakarították egyébként a felvételt. Azért megcsinálták. Azért ezt érzem. Figyelj, és azt ugye most tudni, hogy egy a gravitációs lökettől így elindult, és begyorsult, megy. Most meddig megy? Lehet, hogy még 30 évig, vagy 50 évig szágult kifelé, és ad még jeleket? Ez megy kifelé sokáig, tehát az idők végezeték, úgy mondjam, de jeleket már nem fogadni csak olyan 2030 körülig, akkor már lemerül az elektromos generátora, és akkor már teljesen elfogadni. És ez miből töltődik így a 60 év alatt, vagy hogy töltődik? Ebben egy nagyon érdekes szerkentyű van, ebben radioaktív plutónium van, és annak a bomlásából származó hőt alakítják át elektromos teljesítményé, és azzal hajtják a műszereit, meg a rádió adóját. Uh-huh. Most ez a plutónium egy idő után el fog fogyni, és már akkor többet nem fog. De ő nem visz semmilyen üzenetet, nem? Tehát nem sugároz semmilyen földi jelet, hogy visz sugároz, valamit? Sugároz, nem, viszont visz valamit, egy ilyen aranyozott lemezt. Ja, igen. Ez egy híres nevezetes dolog. Ezen egy képek vannak, hangok vannak. És Kóbor János profilból. Azt nem tudom. Meg a gyöngyhajú lány. Valahol biztos meg lehet nézni a neten, hogy ezeken mi van, meg is lehet hallgatni. De több ilyet úgy küldtek, ugye szaraszét a világűrben? Vagy igen, csak Voyager-ből ebből a fajta szondából kettő. Ellentétes irányba mennek, nem? Hát nagyjából igen, más irányba mennek. Hát már milyen értelme? De volt egymással párhuzamosan. Hát nem úgy, de hát az egyiket. Nem, balra meg jobbra. Most hopszi, ez kicsúszott a kezemből, de a másikat még elkaphat. Meg vagy te kis ramacán. Nem menekülsz, te kis szappanos hal. Akkor úgy mondom, hogy értse a te korlátolt agyat, hogy távolodnak egymástól. Ja, úgy távolodnak. Vagy az egyik jobbra ment el, a másik meg balra. Mindegy, távolodnak egymástól. Ugye így igen, van. Hát a kettő között a nagy különbség az volt, hogy ez a Voyager 1-es, ez csak a Jupiter és a Saturnus mellett repült el, a másik, a Voyager 2-es, az pedig még az Uranus és a Neptunus mellett is elrepült, tehát emiatt másfelé járt a naprendszerben. Jó, azért majd a názások néznek, ahol tényleg beköszön valaki, tehát azért akkor majd pislognak, nem? Hát nézni nem tudnak, mert a kamerák már nem üzemelnek rajtuk, úgyhogy... Majd nem úgy az idézőjelesen néznek. A racionalitás embere hihetetlen, hogy már hogy kedvellek. Hihetetlen, ennyire szögletes vagy. Hát úgy értem, hogy néznek, hogy majd meglepődnek, beámuldoznak. Felszögik a pulzusuk. Kicsit idegesebb, hogy lesz, kipirulnak, verítékes lesz a hablokuk, a levegőbe csapnak. De az elképzelhet, hogy halljunk valami olyan hangot, amit mondjuk kódolnak, megfejtenek, emberi tartományba hozzák, és az valamiféle idegen civilizáció kommunikációja lehet? Tehát egy ilyet akár elcsíphetünk? Erre van bármiféle esély? Hát ha lenne ilyen, akkor biztos elképzelhető lenne. Te egyébként miben hiszel, hogy vagyunk? Többen vagy egyedül vagyunk? Te, mint a... Abba hiszek, hogy vagyunk. Uh-huh. Már hogy mi? Mi vagyunk, abba, igen. Abba, hogy jó, hiszem, vagy, jó vagy. Igen, de hogy akkor... Ez egy jó kiindulási alap. Tulajdonképpen abban is hiszek, hogy valahol a nagy univerzumban vannak még valahol értelmes lények, de hogy ezek itt füttyögnek a naprendszerben, azt nem hiszem. Uh-huh. Tehát akkor a kanadai védelmi miniszter, aki elmondta, hogy már itt egyébként ideje lenne ezzel előállni, és az amerikai kormány meg tulajdonképpen különböző nagy államok kormányai ezt már készségként kezelik, hogy itt jobb, vannak. Jobb, ha kölyökpesgőre vált. Ezekben akkor így ebben a formában nem hiszel. Nem tudom, hogy járt az orvosánál a miniszter úr. Annyira utálom ezt, hogy azért, mert valaki valami olyat mond, amiben nem hiszünk, akkor ő már hülye. De ez miért? De azt mondod, menjen le az orvoshoz, vagyis bolond. Hát nem mindenki hülye, aki orvoshoz jár. Nem, igen, hát lehet még a prostatájával is baj, de te nem erre gondoltál, hanem arra, hogy idióta, nem? Tehát, hogy azért, nem, valaki... csak ez sem. Valaki olyat mondom, mert nem hiszünk, az egyből bolond. Hát ez... Nem, hát ezen azért vannak fokozatok szerintem. Akkor ő csak gyakorló elmebeteg, vagy csak kezdődő leépülés, öregkori... Nem demencia, tudom, nem ismerem őt sajnos személyesen, úgyhogy nem tudok erre mit mondani, meg orvos sem vagyok. Oké. Okay. Még szavakat mond, nem brekeg, úgyhogy annyira még nem nagy a baj. Jó, akkor nézd meg Obama testőrét a neten, jó? A hűlőszerű lény. Abban már én sem hiszek, csak van egy ilyen érdekes videó az Obama testőréről. Beütött, hogy Obama testőre, ott van egy alakváltó hüllő. Érdekes kis videó. Istenként. Sándor, ez egy fantasztikus beszélgetés volt veled, köszönjük szépen. Én köszönöm. Ciao. Mindenkinek további szép napot. Köszönjük. Hello. Sok nevetés nektek ott az űrvilágnál. Ciao. Hello. Szóljút. Ciao. Frey Sándor az űrvilág.hu-tól. Hát, született mókabester. Mert ő komoly dolgokkal foglalkozik. A kutya nem ül fel ilyen hülyeségek. A kutya fáját egy gegben a csávó. Imádom egyébként. Nem, hát racionális volt. Nekem ez nagyon bejött. Igen. Ért. Mutatok nektek víz alatti hangokat, nem hiszitek el. Mutatok nektek hangokat a világűrből, nem hiszitek el. Hát mit hozzak még?
Mit mutassak még, hogy mondjuk ajándékot Törökországból. A víz alatti hangnak a szagát ne hozd. Fél tíz múlt pontosan 6 perccel, mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. Na, hát jöttek megfejtések egyébként, hogy mi lehet ez a hang. Valaki a csillagász nagy arc volt. Még hívjátok, kérdezgessetek tőle, érdekeseket mondott. Ez a csávó tudti egy beépített üllény. Azért beszélt így, hogy nehogy lebukjanak. Valaki csak annyit ír a hangra, hogy a göncölszekér csapágyas. Óriási. Egyébként igen. Na mindegy. Hát meghallgattuk. De most akkor azt se tudjuk, hogy kint van-e vagy nincs, ugye? Mert ő azt mondta, hogy lehet, hogy még egyébként lehet, hogy csak 30 ezer év múlva éri el. Minden nézőpont kérdése, hogy hol a kint. Tudod? Felfoghatatlan. Felfoghatatlan. Nagyon durva. Távolságok ezek egyébként tényleg, amiről itt beszélünk. Meg egyébként, ami itt szóba került, az amúgy nagyon-nagyon érdekes, például ez az aranylemez, ami rajta van. Rákerestem a dologra, nyilván fejből nem volt meg az egész sztori, de egy 30 cm-es arannyal futtatott rész hanglemezről van szó, ami a föld hangjait tartalmaz, úgymond. 35 féle természetes és az ember által keltett mesterséges hangot helyeztek el rajta, gyereksírást, kutyaugatást, nevetést, és Demián Rózsitól a szerelem vonatok. A Csakberi van egyébként rajta. Persze. Csakberi meg Mozart. Így van, igen. Tehát lehetne, többek közt például meg lehet a Jerry Bigfootot hallgatni. Na csak tudod, ez megint egy olyan, hogy a mi fülünk és a mi tudatunk szerint egy adott tartományban egy hang. Aha. De ki tudja, hogy a másik civilizációnál mi a tartomány, van-e tartomány, mit hallanak, le hogy hallanak. Egyáltalán le tudja egyáltalán játszani, tudja értelmezni. Tehát hogy ez a mi tudatunk által keltett üzenet egy hasonló tudattal rendelkező valakinek. Vagyis azt feltételezzük, hogy akkor neki hasonló a tudata is küldünk valamit. De hát egészen más spektrumokon, skálákon mozoghatnak, nem? Így van, mondjuk a matematika nyelve segíthet, az is van rajta, mert azt legalább ott arányokba át tud fordítani, még ha ők nem is ugyanígy használják. De most, ha például olyan az idegen civilizáció, nem mintha hinnék benne, hogy ugye csak szellemi, erről is volt már szó, akkor azok nem tudnak ezzel mit kezdeni, hogy egy-kettő még arány sincs. Már hogy nincsenek, csak ha mégis azt gondolnám, hogy vannak. Van rajta egyébként még 117 fotó is, és magának a lemeznek a felületén is vannak koordináták. Tehát, hogyha esetleg nem értenek például a matematika nyelvén, akkor ezeket így többé-kevésbé értelmezni tudják. Meg van rajta köszönés, és magyarul is rajta van. 55 nyelv van, és benne van a magyar. Annyira behatárolt dolog ez. Hát én ezt értem, ez egy szép gesztus, de hogy ez annyira a mi tudatunk által meghatározott üzenet, hogy ez szinte a nullával ér. De milyen köszöntés van rajta? Hello. Cső. Várjál, hát ez azért ez azt mondja, hogy 77. Mi? 77-ben. Ugye, 77-ben ment el. Jó napot, elvtársak! Igen, ettől tartok. Megyünk integetni május a elsőn, jöjjenek egyezettek. Indulj az útra, és vissza se néz. Na jó, de akkor aki küldte, az hitt abban, hogy van valaki? Igen. Tehát ez egy ellentmondás. Nem véletlenül. Na jó, nem, csak akkor mégis hiszünk abban, hogy valaki megtalálja, hiszen elküldtük valakinek. Tehát akkor azt gondoljuk, hogy ezt valaki megtalálja, tehát hiszünk abban, hogy valaki vagy valami van. És nem azt mondjuk, hogy ha véletlenül megtalálja, mert ha véletlenül van valaki. Azt mondják egyébként, hogy eredetileg nem szerettek volna semmit feltenni, de nem volt olyan a környezetük. De volt egy kanadai fiatalember, a Portán dolgozott akkor, neki például az volt fix a ideje, hogy ő egyszer majd védelmi miniszter lesz, és ő csempészte fel. Á, Istenem, mit tudtok ti erről? Na jó, 3 perc múlva pontosan 10 óra. Csabi, hello! Jó reggelt, szevasz! Üdv itthon! Welcome home! Welcome home! Welcome home! Mi újság? Hát én rájöttem erre a hangra. Mi az a hang, amiről azt gondoltuk, hogy nincs? Hát ugye a nők, a csajok szokták mondani, hogy ők nem szellentenek. És mégis. Ez máma a Voyager-re mondod? Igen? Az lehet. Azt vetted le? Ismerőség köszönt vissza. Hát eddig nem tudtuk, hogy milyen, mert ők azt mondták, hogy nem. Ültél a Laurával, és kocsiba azt mondod, hogy kicsim. Kicsim. Ne, hát ilyet még nem hallottam. Egyébként tényleg szerintem nagyon érdekes. Igen. Mondta Laura, hogy Csabi, egy picit döntsél már meg jobbra. Ja, Istenem. Na, mi újság? Van jó kérdés? Itthon? Jó, jó. Aha, hallottad a török sztorikat? Jó, nem? A török sztorik nagyon jók, viszont engem érdekelne ez a Chevrolet-es téma. Azt szeretem, mindig kérdezem, mert olyan kérdezem, hogy nem föld alá, igen. De onnan hogy jön fel a hang? Mert hogyha mondjuk egy kábelen keresztül jön fel a mikrofonotoknak a hangja, akkor azt gondolom, hogy ásás közben az simán elnyírbálhatja valaki, és akkor senki nem tud róla, hogy ti hol vagytok. Tehát, hogy nehezen találnak meg. Tehát, hogy jön onnan fel, milyen jelet kell onnan adni, vagy min keresztül kell adni a jelet, hogy az feljöjjön. Szép. Technikai. Ez egy jó kérdés. Van, hát ezt kábelen keresztül hozzák fel nyilván, de csak a kábeleket, úgy, nem, hát a kábeleket úgy vezetik ki az üvegstúdióból, hogy arra vezetik, ahol már nem ásnak.
De tehát elviszik a föld alatt egy ideig, majd ott hozzák föl, ahol már nem ásnak. Persze. Persze. Az, hogy 8-kor elmetszik a kábelt, és mondjuk, hogy a hang nélkül ülünk ott azért, az kevésbé szórakoztató műsor lesz. De persze, az kivezet. Az a Gyuláik azt megoldják. Így van. Ez egy 22. századi technika, úgy hívják, hogy mélyfi. Tudod mondani, hogy wifi meg a mélyfi. A ilyen befekvő helyekről például így közvetítek. Mélyfivel. Mélyfivel. És ugye a kitelepüléseknek mindig az a lényege, hogy a hallgatók... Igen, hogy nem vagyok a stúdióban. De nem, hogy láthatnak titeket, ahogy műsort készítetek. De most nem fognak látni, hát nem állnak ott a föld alatt, maximum a kukacok, meg a vakondok, tehát lesz benn valami kamera ott, hogy a föld felszínén lévő hallgatók azok láthatnak titeket, hogy szenvedtek ott lenne a helyben. Lesz benn kamera, de szerintem ami izgalmasabb, hogy mi lássuk őket, mert ők három embert ülnek, látnak ülni majd, ha akarják, a sötétben a stúdióban, amik lámpánk az lesz. Viszont nekünk kell őket látni, és mi fogjuk is, hogy hogy ásnak, mert ugye a föld alól tudjuk majd irányítani őket, hogy merre ássál, gyorsabban ássál, igénybe veszel ásási segítséget, segítsünk, ne segítsünk, hogy haladnak. És ha látjuk, hogy nem haladnak, vagy lassan ásnak, akkor tudunk segíteni, tehát mi fogjuk őket látni. Ja, de én azokra a hallgatókra gondoltam, akik nem a játék résztvevői, hanem hallgatók, és kíváncsiak erre az egészre. Most tehát nézőként mennek oda. Mi van, meg kiküldött, hallod? Miért van ennyi kérdés? Jó, hogy... De mindenki mindent fog. Szerintem. Ennyi. Jó, és ha nem jöttök fel, akkor én hányra menjek, vagy mit csináljak? Hát ez egy... Lemenjek utánatok, vagy... Én azért a Gyulában nagyon bízom, hogy jól számoltak ki. Dobjak egy lapáttal én is, és viszlát. Azt a köbméter mennyiséget, amit elbírunk. Egyébként meg egy idő után amúgy se látnának minket, mert leoltjuk lent a lámpát, mert hogy aludni fogunk, mert alvás közben sokkal kevesebb oxigént fogyaszt a szervezet. És ugye hát fel is olhajtozni kezd, ahol egyszer a kedvenc automárkája. Hogy egy szóba kerül, iszonyatosan viszi. Igen, oxigénhiányos állapotba kerülünk. Mint ha már a villany lefölkapcsolás jelzett, török szállodában úgy jelezték, hogy vége a vacsánk, hogy elkezdték leoltani a lámpát, majd visszakapcsolták, majd megint leoltották, megint visszakapcsolták. Zseri, nem? Menjek ki az étterembe, villogtatták a lámpát. Most a tíóra van, lekapcsoljam én is. Én már csak arra mozdulok, ha villogót látok. Hívjuk a naphallgatóját már is. Van plusz ajándékunk? Ajándékcsomagunk van. Az van. Csabi, ha van még kérdése, tedd fel másnak. Hogy lesznek-e bohócok például, ha reástok. Egyszer maradjunk már csöndbe. Igen, ez jó lenne. Nem írtad alá, hello, hogy hívnak? Jó reggelt, sziasztok, Gabó vagyok. Gabó, hello Gabó, te vagy a naphallgatója. Nagyon mélyen szántó, nagyon fontos, nagyon fontos hozzászólás volt ugye az űrhanghoz. A te SMS-ed, próbáltuk kitalálni, hogy mi lehet, itt mindenki találgatott, te csak egyetlen egy mondatot írtál. Be kéne azt a szart olajozni, azt kész. Nagyon szép, nagyon fontos meglátás ez. VD40, tessék. Így van. Itt van 30 akárhány év az űr, tehát ott lehetnek bajok. Hát egy laza 19 milliárd kilométer után, igen. Te vagy a naphallgatója, küldjük neked az ajándékcsomagot, jó? Köszönöm szépen. Köszi, Gabó, hogy minket hallgass. Ciao. Sziasztok. Hello. Tényleg, az hány kilométerenként viszi kötelező? Igen, lejárta már a műszaki. Mi van a forgalmiában? Csabikám, remek zenéid lesznek ma is? Mi mással fogadhatnálak itthon, meg hát ugye köszönet, hogy kimentél Törökországba, és elintézted, hogy a törökök a románokat elverjék, ha már nekünk nem sikerült. Lady Gaga-val várlak itthon, jó? Érteném az árukapcsolást. De nem. Ja, hogy én szerettem a Gagát. Ja, értem. Igen, szeretett mindenki. Megköszönjük neked azt, hogy ugye a magyar válogatott csúnyán kikapott Romániában. Te kimentél Törökországba, és másnap a törökök elmentek Romániába, és megverték őket. Köszönjük szépen, hogy te ezt elintézted. Nekünk már mindegy, nem? Ezért köszönjük, hogy én neked a kedvencedet hozom, Lady Gaga. Értem, most jó megértem. Jó, bepipultak, amikor kimentetek. Csabi, jön a kívánság műsorral. 555 55 00, itt tudtok tőled alt kérni, mi pedig jövünk.